Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel itt vagyunk újra, csütörtök van, a hét utolsó előtti munkanapja. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok, jó reggel! Már hangod is van, jó reggel! Mindenkinek itt vagyunk. Gyerekek, szakad az eső, úgyhogy hát készüljön mindenki, mert elég trágya idő van. Hideg nincs, tehát itt 10 fokot sikerült mérni. Viszont szakadó esőre ébredt az ország, sok helyen viszonylag rossz a látási viszony, vagy rosszak a látási viszonyok, inkább így mondom. Úgyhogy nem kellemes az, amiben az időjárás kecsegtet, és 0,9 bár van a jobb hátsó kereken. Óriási, kicsit kevésnek tűnik a 0,9. Hogy van ez? Mondjátok meg nekem, hogyha defektes kellene, hogy legyen, akkor leengedett volna már a garázsba. Nem feltétlenül. Nem, mert egy éjszak alatt nem enged le? Szerintem nem, elkezd. Mert valószínűleg nem vetted, vagy a tiéd szól, ugye, hogy mennyi. Kiírja a nyomást, igen, hogy alacsony gumiabroncsomás, illetve írja, hogy 0,9. 0,3-mal indultam. És főfújta? Nem, 0,9 lett, az mínusz, Feri. 0,3? Ne, 1,3, bocsánat. Ja, na, miért nem olvasol a fejbe? Mondom, 0,3-ról 0,9. Nem viszem, hogy nem látsz a fejembe. Nem vagyok erős ma reggel agyban, de azért ez még így. 1,3-ról indultam, 0,9-el értem ide. Neked az 1,3 is kevés, csak mondom. Azt tehát, igen. Hogy az sem volt finom, akkor az folyamatosan ereszt, tehát mire kimész 10-re, addigra a 0,9-0,4. Ó, gyerekek. Felnén fogok elgurulni a kutik? Nem gurulsz te sehova, hanem hívsz egy embert, mert ha te azzal az autóval mész, akkor a felnét is kidobhatod, mert a gumit azt már most szerintem, tehát két gumit kell vegyél, mert ugye párban cserélünk egy tengelyen, és hogyha innen te elindulsz, akkor a felnédet is kidobhatod, azt meg szerintem nem kéne. Cseréltünk mi már kereket, megoldjuk. Dél-Afrikában, de gyönyörűen csináltátok. Ezt is megoldjuk. Kivegyünk, megcsináljuk. Van pótkerék. Hát csak ilyen felfújható, ilyen aksis pótkerék van. Bizony. Ez a vékony peremű, ez a virsli kerekű, illetve ilyen pontosabban tudom. Nem is az, hanem aminek csak egy vékony peremű van, és akkor berakod aksír, és fölfújja a kereket. Valamilyen fura, tehát nem teljes értékű pótkereke van. Azt hívják, szerintem. De azért, mert tönkre fogod tenni a felnéteket. De fölpumpálom akkor 1,8-ra, és azzal elmegyek gumishoz. Ez nem egy jó megoldás? 100 meterenként kiugrasz. Mindig pumpálok vele kicsit. Tehát a benzinkútra benzinkútig megyek, és mindig pumpálok vele kicsit. Az jó, nem? Nem rossz ötlet. Most meg kellett volna állni 2-re föltolni. Hát igen, és akkor 7-re beérsz. Hát nem lett volna semmi baj, ha 10 perc előbb indulok, akkor sikerült volna megállni. Jó, de tudtad ezt a reggel, hogy neked le van eresztve a gumi? Hát ez az. Nem tudtad. Na. Ez valószínűleg tegnap szedted össze ezt a kis defektet, egy szög, mit, és ugye nem az a rögtön elcsattanos, tehát nem ment szét az egész gumi, csak ez a szivárgós, a legaljasabb. Ez a legrohadékabb, igen. Úgyhogy 0,9-en vagyok. Hát, vagy rosszul estek a tegnapi szavaid a vízre leolvasónak, és éjjel bekúszott a garázsba, és leeresztette az egyiket. Hogy megbestelenítetted a kapcsolatotokat. Azt mondta, ha nem lehet az enyém, senki ne legyen. Akkor járultad. Szenvedj balesetet, és kiszúrta a gumival. De neki is fájt közben. Biztos, ő sírt. Sírt ő is közben, neki zúrta. Ezt magadnak köszönheted. Tényleg a vízművektől nem jött semmiféle visszajelzés, hogy nagyon örülnek neki, hogy ilyen toleráns vagy a dolgozóikkal szemben? Nem kaptam, egyelőre nem emeltek a vízdíjon, nem kaptam felszólító levelet, hogy nem hagyjam ezt abba, semmi. Illetve a vízóra leolvasó se. Jelentkezett, még nem is tudna nagyon, tehát azért ilyen privében nem voltunk, nem volt, hogy szám, cím, szerintem azt nem tudja, hogy csak most... Te gondolod, mert hogyha ő hozzáfér mindenféle adott bázisokhoz, szerintem lehet, hogy többet tud rólad, mint sejtenéd. És várhatott volna a kapuban is, ugye? Akár. Tehát, hogy nem kell őt fölhívni. Hát lehet, hogy várt is, csak álcázta magát. Nem volt még egy tújával több esetleg? Hát volt ott valami fura, lehet, hogy ott volt. Nem tudja, hogy hol lakom szerintem. Japán cseresznye, itt nem is volt japán cseresznye. Kalaposva. Furán néz. Mozdogárus. Igen, furán néz az így ki. Na mindegy, úgyhogy hát minden reggel van valami kaland, de majd azt megoldjuk, valahogy elgurulunk. Ha 0,5 marad benne, az egy kúti ki tudok még gurulni, és akkor nem megy szét, nem? Szétmegy. Szétmegy? Szétmegy. A Budapest utakon különösen szétmegy. Mert pumpálok. 10-en nem tudsz menni. Van pumpád? Egy ilyen gyönyörű autó, mint az enyém. Nincsen? Lábpumpa, mint régen Balatonon, amivel fújtuk a gumimatracot, az a kék. De van egyébként elektromosom. Az menő? Na, az elektromos. Otthon. Hát ott van, nem mondtad, hogy itt. Az menő. Az van. Elektromos az menő egyébként. De az ebbe is van, az enyémben van, tehát oda tudom adni. Maguk lassú egy kicsit, de megvár. Most bekapcsoljuk, és ilyen negyed bárt fúj be 10-ig, és 2-20-ra kell tenni. De tényleg van? Van. Ilyen szivargyújtóra? Az, szivargyújtós.
beindítjuk a nagyvasat, hagy termelje az áramot. Én csak a szokásos, hagyományos kézierősbe hiszek. Az van a kocsitokban egy ilyen nagy... Persze, apám újította még annak idején, valahonnan ő szerezte, azóta elromolhatatlan. Így itt tudom, hogy 2 évente, 3 évente szépen egy kis a bőrbetétet, ami van benne, azt bezsírozod, aztán viszontlátásra. Még az unokáim is használni fogja. Bőrbetétes, de... Az a baj, nincs pumpa a kocsimban, szóval hogy nem, ezek nem vagyok felkészülve ezekre. Az extra lett volna, van, tehát arra még mélyen. Rá kell fizetni. Hát, fel eset, ugye nem tudom, az olyan tatás, nem ez a pumpa a kocsiba. Hát tatás, de most jól jönne, nem? Inkább halok meg fiatalok, mint az olyan, tatás. Az olyan tatás, de amikor a 30. tata megy el melletted egyébként kőkemény gumikkal a Suzuki-jával, miközben te állsz a csili-vili autóval az út szélén, tudod? És integetnek neked, hogy ezért, hogy... Hát nem tudom. Akkor nem mindegy, is az ember ne adja fel az elveit. Igen, valahogy tudod, ez a haj meg fiatalon, inkább gyorsan, mint hogy éljek egy pumpával a csomagtartóba. Nagyon lazának érzem itt a szegecseket, amíg összetartják ezt az érvelést, de... A tenisztutca mellett, hogy a pumpa ide, pumpa oda, olyan bácsis, még a brigán is kicsit olyan bácsis a pumpa. Aha, kell, nem, meg jó. Nekem van egy olyan rekeszem, tudod, ahova ezt beteszed, és akkor nem látod. Ja, hogy van alul egy ilyen kis tartó. És oda beteszed, és akkor nem zavar. Tehát nem zavar a látvány, hogy tatás pont, vagy a pumpa. Ez pont olyan egyébként, mint amikor ugye nálam mindig ott van a kis Balázs által libafos színűnek titulált esernyőm, tudod, én soha nem ázok meg, ő meg egy picit azért. Na aztán tényleg az arcbőtikám. Inkább ázzak meg ezerszer, mint egyszer. Egyszeresen inkább legyen boxeri glúcskos, mint hogy felvegyem a kezembe ezt a... Igen, tehát ilyen gomba erőt nagyon ronda szín nem nyitunk. Inkább tehát, folyjon az orrom, mint egyszer meg kabát, ugye? Így van, inkább halljunk meg bátran az esőben. Mi mint van hogy... még? Mert ez ebből nagyon sok van. Aha. A pumpa, az esernyő, nagyon kabát. Sok kabát, tehát ebből nagyon-nagyon sok minden van. Azt mondják, hogy van ilyen mobil gumis gyereket. Van ilyen, aki házhoz jön, tényleg hozza a kis szettjét, amivel leveszi a felnit, és fölrakja arra a hordor, azt kihozza? Igen. Az menő. De úgy van berendezve a kocsi, hogy még ki is centírozza neked. Ne csinálj! Tehát megcsinálja a defektet, nem kijön, beáll, leszedi, van emelője. Ne, tényleg? Leszedi a kereket, megjavítja a defektet, ha meg lehet. Meg vagyunk. Meg tudjuk. És ki is centíroz, visszaszerel, és kész, ennyi. Gyerekek, meg vagyunk. Nagyon jó, megoldott. A végén még fúj rá neked egy kis szilikont is, hogy nagyon csecse legyen. Tehát egy kicsit igen, viszont a futófelületre fújja. Igen. Mindenre tudnak megoldást hallgatóink. Ez nagyon, nagyon, nagyon biztató. Mert azt tudtam, hogy van mobil automosó. Tehát ahol kijönnek, lemossák. De az, hogy mobil gumis is van, és ott a kis kocsiával megérkezik, az leszedi is. Neked, ezt nem veszem. Képzeld, tőlük még azt hiszem, olyat is lehet kérni, ha nálad tárolod a gumit, hogy kijön és a téli gumicserét is megcsinálja az utcán melletted. Tényleg? Tök jó. De azokat kik veszik ki, mert kik lusták begurulni valahova? Vagy, hát vagy? Szerintem ilyen alkalom, mint ami neked van. A defekt az oké, de az gumicsere. Figyelj, nem kell bemenned. Mi? Most leteszed a kocsit, hazaérsz este, mint és ott ötre, megállsz az utcán, vagy a kertedben, menjön, oda töfög, lekapja a négyet, vissza a télit, és nagyon megy komoly. Is. Ők az új idők köszörösei. Tényleg, akik házról házra jártak, és akkor most valamelyik a becsöngetett egy bácsi, komolyan mondom, hogy megdöbbentem, hogy még mindig vannak. És ószeres volt? Ne, köszörűs. Ja, köszörűs. És mondta, hogy így dolgozom az utcában, hogyha esetleg meccsiólót kell köszörül, vagy késeket, ollókat, akkor nagyon szépen dolgozik. Így álltam. Utolja 10 évvel ezelőtt volt bárki, aki becsöngetett hozzá, és ilyet kért, de hát ezek szerint még vinnak. Kemény kenyér, mert azért vagyok őszintén, ugye általában az ember amúgy is olyan dolgokat vásárol, olyan késeket, ollókat, mostanában meg meccsiólókat, amiket nagyon lehetne köszörülgetni, mert egyszer köszörülik, aztán viszontlátásra. Akkor tönkre is megy, igen. Persze, bármilyen márka legyen egyébként, meg bármit fizetsz érte, nagyon. És még megy a bácsi egy ilyen kis kővel, a hát gurul? Igen. Csüvölt, egy burgonya, meg köszörűs? Nem, a burgonyát azt nem. Nem van. Az nekem már egy kapcsolás. Dínye, köszönjük, ószeres. Dínye, köszönjük, ószeres, szóda. Az lenne nagyon jó, minden tárulná. Tökre bevásárolnék. Na mindegy, jó van. Szóval ez volt veletek valami? Jaj, tegnap volt egy ilyen kis kalandó, mert mindig időről időre belefutok egy-egy ilyen archetípusba, ilyen emberi archetípusba. És ma reggel is volt néhány ilyen, meg tegnap is. Tegnap jöttem hazafelé, itt az esővel kimentünk Deni kutyával, hogy mentük egy kört, hogy azért le legyen egy kicsit fárasztva, és mentünk, ahogy kell egyébként szerintem minden egyes rendes gazdinak, pórházon, sétálunk egy tér mellett, és egyszer csak két kutya kirohant a térről, természetesen egyiken se szájkosára, egyiken sincsen póráz, se nyakos, semmi, gazdik üvöltő, gyere vissza, abban a pillanatban,
nekünk estek. Szerencsétlen Denit rögtön két oldalról elkezdték marni, mint az állat. És hát finom lábmozdulatokkal elhesegettem őket, meg, meg igen, mire a gazdi mondta neki, 36-szorra tudod, hogy gyere vissza, addigra a kutya is valamennyire így kifújta a gőzt, meg a harapott 30-at, úgyhogy akkor gazdinak elkezdett szót fogadni, és akkor visszamentek. De hogy, srácok, tehát hogy annyi nincsen, hogy bocs, ne haragudj, igen. Tudod. Bocs, ne haragudj, vagy izé, vagy te hülye mérre sétáltatod a porrázzal a kutyádat, nem látod, hogy mi kin vagyunk, és ilyenkor milyen katér. Tehát, hogy egy, értetek, legalább egy ennyi lenne, tudod. Arci kutyások voltak, hogy nem, kutyás. Nem. Igazából nekem aha. Teljesen mindegy, hogy mi harapja meg az én kutyámat, ne harapja meg. Tehát de nem az volt, hogy te elfutottál, és nem vettek észre. Vagy csak próbálok nagyon, a másik oldalon. Vagy, hogy nagyon provokatívan sétáltunk. Igen, nagyon kihívóan. Igen, tehát ott a pórázod van. Szerintem te arcoskodtál az, hogy nektek van pórázotok. Aha. Érted? És neki meg nincs szegénynek. Vagy nem betámadták az én kutyámat, hanem ki akarták szabadítani, mert látták, hogy pórázon tartom rabszolgát. Igazából a pórázt akarták elharapni. Én a fehér isten. Ugye? Vagy az volt, hogy a kutyát szólt, hogy itt vagyok rabszolgaságban, gyertek igen. Már. Tudod? Itt azért, tehát nézzük meg, hogy nem biztos, hogy ők ki. És nem kafogtak egymás, nem csak csókolók. Vagy puszi volt, csak rossz helyre ment. Ja, megint én vagyok a hülyetem. Hogy srácok, tehát, hogy tényleg ennyit nem lehet, hogy bocs, ne haragudj meg, hogy... És pont ennyit kéne mondani, ne haragudj, igen. Ízé, bocs, hello. És kész. Nem, valahol természetes neki. Egy de visszament a kutya. Pedig viszonylag régi találmány, szájkosár sincsen, tudod, mi meg sétáltassuk bárhogy a kutyánkat, ilyenkor nem tudsz mit csinálni. És ráadásul az ennyi van alárendelt helyzetben, mert ugye pórázatban van, így kell mozogni meg. Ja. Na mindegy, úgyhogy ez volt az egyik archetípus, ma reggel meg ugye szokásos. Szemetes vagy nem, újságos. Tudod, amikor állsz bent a sorban, és megjelenik oldalról, bácsi, egyik oldalon, bácsi, másik oldalon néni, és így előtted, tudod, ilyen tért magasságba így behajol az újságért, kiveszi, és ezzel ő gyakorlatilag, mintha egy ilyen izért, mint hogy szakított volna egy sorszámot, ott is marad. Tudod, behajol így keresztbe, kiveszi az újságot, és ott marad. De csak azt vette, vagy vett még más? Nem, se, csak az újságot. És ott is marad, aha. Tudod. Tehát azáltal, hogy ő keresztbe így benyúl előtted az újságért, azzal jelzi neked, hogy akkor én állok itt a sorban. Igen, mert megint egy picit gondolkozom. Igen, miért vagyok hülye? Abban, hogy érted, azt látta, hogy te majd válogatni fogsz. Ő minden reggel megveszi magának a nem azt tudom, az a egyet. Sportot. Igen. Tudja, hogy az menj, nem tudom, mennyibe kerül 200 forint. Nálam meg kettő volt, az tovább tart. Így és láttak. Érted? És meg, hogy én nem sietek meg ráérek előttem, az illet fiatal vagyok. Meg még válogat, illetve még kicsi, bizonytalan még vagy valami fiatal az vagy. Az iskola még várhat, csak 8-kor kezdődik, ezt gondolta. Rádizett és azt mondta, biztos nincs első órája. Olyan kényelmesen áldogálik. Nem siet. Biztos csak 9-re megy a suliba. Neki meg be kell érnie, mert a vízi munkatársakkal az első pálinkát vagy a kávét meg kell inni. Tehát ő mindig 200 forintot odaadja, és már megy is tovább. De hogy ezt értitek? Hát, hogy miből gondolja? Csak te álltál, vagy voltak még? Voltak mögöttem? Még. És voltak ők? Ne, hát... Senki nem szólt semmi? Nem. Megint nem szóltál? Mit? Megint nem szóltál? Megint. Kicsit érzed, hogy te vagy a hibás az egészben. Múltkor, amikor szóltam, azután tényleg így kikoptak körülöttem ezek az emberek, de most akkor megint kéne szólnom. Aha, mert most megint jön vissza. Ugye? De megbeszéltük, hogy szólsz ezekben a szituációban, hogy ez a te élet feladatod ezekben a szituációban helytállni, hogy helyre tenni ezeket az embereket. Tehát erről már sokat beszéltünk, a sorban eléd beálló idősek. Nem mondtál neki, hogy Tata? De ráadásul nem is volt annyira idős. Tehát, hogy nem mondtad arra, hogy én is a sorba állok? Semmit? Ezt így szó nélkül? Semmit. Én sosem tudom ezt szó nélkül hagyni. Én azonnal belállok. De most tudod, hogy így itt álltam, és akkor így, jó van. És mi történt? Fizetett és elment? Persze. Én biztos, tehát, de nem hagynám. Én erre ugrom. Mondom, ő az egyúságos, minden reggel visszajárok. Csókolom, most ebben pillanatban mire tetszik éppen gondolni, hogy én mi a jó isteni állok itt ezzel a két újsággal. Ennyit kellett volna mondani. Igen, az a baj, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy kicsit kiolvastam, vagy milyen. Kicsit hülyének néznek, tehát kicsit baleknak néznek ki, akkor ezzel az a baj. De ez azért kell szóvá tenni, hogy még ha be is engeded, meg még ha el is megy, azért ne gondolja azt, hogy te hagyod őt baleknak, hagyod magadat baleknak nézni, nem? Tehát, hogy észrevettem vele, hogy öreg, észrevettem, hogy mit csinálsz. És akkor már nekem egy kicsit jobb. Én mindig szóvá teszem. El is mondhatod még azt is, hogy maradjon nyugodtan, tényleg mindannyian hülyék vagyunk, akik sorbálunk, fizetse, tényleg mi nem sietünk. Semmi, én is a sorbálok, tudod, csak így finoman valamiért. Tehát, hogy bírod megállni, hogy ilyenkor semmit nem mondasz? Tudom. Biztos, hogy járulok oda a metakommunikáción. Tehát, hogy ők olyanok, mint a társas tanárok, hogy így rám néznek, és akkor rögtön látják, hogy
ez Balek. Aha. Tehát, hogy ezzel meg lehet csinálni. Gondolják, hogy igen, igen, igen. Úgy se szól, hiszen nincs itt az anyukája. Ja, így van. Éppen a fornetisnél áll, hogy kogácsai sorban. Nagyobb tesród van? Nincs, jó van. A kisrác úgy se szól, mert anya nincs itt, ahogy látom, apa biztos munkával, már a srác elé beállhatunk. Az iskolatáska meg az anyjánál van, mert ez úgyse bírná el az én. És lehet, biztos így gondolták. Harmadik arhetipus? A tessék parancsoljon, de olyan arckifejezéssel, tudod, én érek oda előbb az ajtóhoz, tehát, hogy igazából simán mehetnék be, de ő is egy picit ezzel, tudod, ez egy fáziskésés odér, és azzal az arckifejezéssel mutatja, hogy jó van, mennyi, hogy rohadjál meg, menne. Ezeket te vonzod, de komolyan tehát, mondom, ezeket te bevonzod. Tehát, tudod, ez amikor legszívesen azt mondanád, hogy srácok, így ne. Így ne, így nem kell, menj csak nyugodtan, így nem kell az előzékenység. Tudod, amikor én undorkodó arckifejezéssel mutatja, hogy ennyi. Nekem ilyen, inkább defektet kapok, és én nem tudom, Suzuki sokkal versenyzem, akik beállnak párhuzamosan, de három ilyen sztorim nekem az elmúlt egy évben nem volt. Viszont neked meg olyan, ami nekem nem. Tehát ez ilyen fura, hogy valaki egy azon sztorikat kapja meg. Eléd mindig beállnak a benzinkúton, a sorban, a keravilban, a ápiszban. Látod, és azt is észrevettem egyébként, hogy általában ez ilyen szerda csütörtök magassága. Tehát amikor, tudod, nekik is még egy picit távoli a hétvége. Hát akkor igen, akkor, a hétfő kedden még ugye pihent. Igen, akkor még rendes. Pénteken meg már nem, mert már nagyon közel, de hogy így szerda, csütörtök, magasság mindig így előjönnek. De nem lehet, hogy addigra még jobban összemész. De mondjuk ez is. Kevés alvás. Hogy kevés alvás, fáradt vagy, csütörtökön már nagyon-nagyon iskolás vagy. Lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy ilyenkor vagy egy ortopéd cipőt kellene húznom, hogy magasabb legyek 10 centivel, vagy de nagyon figyelni arra, hogy nehogy tornacipőbe jöjjek, hanem inkább bakancsba. Tehát, hogy így az mégiscsak 3 centi. Aha. Hát meg, hogyha szöges az eleje, vagy mi az acélbetétes, az ja, más. Tényleg, is, és milyen érdekes, hogy amikor beszóltál, vagy visszaszóltál, igen, ugye most mondta el, és ez a te elméleted, ahogy először visszaszólt, akkor hetekig akkor semmi eltűntek. Nem volt, látod? Igen, és most megint érzi az élet, hogy ezt a Janit, ezt meg kell regulázni. Visszahúzottak az árnyak, igen, tudod, igen. Igen. Most megint holnap szerintem valakit üs meg az újságosnál. A nénit. Hát Istenem, ő volt ott, érted? Látolok, hogy te... Na, egy ilyet csinálsz, és hónapokig semmi bajod nem lesz. Próbáljuk már ezt ki. Helyre kell ezeket tenni, de tényleg. Írja valaki, írassátok be, ilyen itt férfi kommunikációs tanfolyam. Tényleg, egyébként tényleg. 9 után hívjuk. Jó, de jó lesz. 9 után hívjuk emberünket, aki tegnap 9 óra után beszéltünk. De megtanulok, akkor erőből járni. Igen. Erőből járni. Fonaljárás. Megtanulod a fonaljárást, igen. 9 után erőből. Hallgatott bennünket, aki nem az... Pozícióba járni. Pozícióba. Vagy pozícióból, erővel. Erővel. Nem kitérni sem babakocsi elől, sem kerekes szék elől. Lehet, hogy neki van igaza. Ő vele biztos nem fordulok elő ilyen esetben. Tényleg ide. Én már tegnap mondtam, hogy neked ott van állad ezen a tanfolyamon. Elmész el a tanfolyamon, én nem fordul elő vele többet. Nem véletlen akartalak én téged beíratni erre a tanfolyamra, hogy mit csináljunk akkor, ha elénk állnak a fornetistél, az újságosnál, amit tudom én, az újság, a trafikban, a dohányboltban. Ezeket nem szabad. Meg kell őket regulázni, nem szabad őket szó nélkül hagyni. Mert látják, lehet, hogy tényleg az van. Hát ez pofátlanság. Látják, hogy vele megtetik, meg is teszik. Jó, hogy nem adott addig, mit tudom, 125-öt, hogy vegyél egy túros táskát magadnak való. Biztos szereted. Kisfiam. Nem, a következő az lesz, egy túros táskát addig. A következő az lesz, hogy látja, hogy nálam ott van az újság, amit ő is szeretne vásárolni. Nem fog elmenni a polcra, hanem így rám néz, és kiveszi a kezemből, tudod, és kifizet, és elmegy vele. Szerintem ez a következő fokozat. Hát, vagy megveri, hogy kifizeted, és akkor veszi el. Nem, az már az utáni. Az utáni. Hogy jártál? Hogy álltál be a sorba? Úgy mentél már oda, hogy jó volt a járásod? Tehát már a sorba a pozíciós járás vetted föl? Nem, ezért mondtam, menj, bevizetlek egy ilyen tanfolyamra. Nem hiszel nekem, sehogy jót akarok. Most komolyan mondom nektek, hogy nem kamu, tényleg nem csak a sztori kedvéért mondom, amikor leszálltam az éjszakairól, és lementem a metróba, azon gondolkodtam, hogy vajon a járásom most megfelelő. Tényleg, nem hazudok, mentem lefelé, és így azon gondolkodtam, mert az egyik kedves hallgató írta, hogy neki bejön a járásom, ezúton is köszönöm. És így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy most vajon is jó, most vajon mit sugársz. Látod a járástan folyam? Igen, és egy picit elkezdtem működni. Sorbaállásnál leeresztették kicsit az állat, igen, hogy lehet, igen, ott is a cérna az menjen végig. Ahogy írja valaki, hogy meg kell erőből járni, meg kell erőből sorválni. Ezt meg kell, fölhívjuk 9 után a Gáborunkat, és megkérdezzük, hogy mit tanácsol. Hogy erőből állni. Hogy erőből hogy állt sorba, úgyhogy ne álljanak be eléd, mert ez nál neked egy karmikus kérdés, hogy valahogy mindig bepofátlankodnak eléd. Szerintem ezt a karmikus cuccot, ezt már ne tegyük bele.
Tehát az sok neki? Lesz. Neki? Aha. Neki semmilyen idegen szót ne tegyük bele, hogy láttam tegnap ezt a kis filmet. Tehát, hogy semmilyen idegen szóval ne zavarjuk majd ezt a 9 Nem, mert egyrészt beépíti. Igen, csak rossz helyen. Csak az, hogy rossz helyen fogja használni. Tehát, hogy nem biztos, hogy ezt neki bele kell tenni. Na mindegy. Én miért nem kapok soha ilyet? Én úgy várom, hogy valaki beállítja ezek... a sorba. Mert az autódban viszonylag kevesen tartozkodnak rajta. Én nem benzinkúton vagy valahogy, de nekem ezzel valószínűleg... Azért meglepődnék, hogyha valaki áthajolna előtted, tudod, ott az izénél, ott a kesztyű tartodnál, így behajolna. És kivenne valamit, tudod. Valószínűleg olyat kapsz, mert feladatod van, nem? Uh-huh. Tehát nekem az van, hogyha párhuzamosan mennek előttem, 6 óra 10-től 6 óra 20-ig, és már rég elkéstem, még mindig ne idegeskedjek ezen. De nekem valószínűleg ez a tanulnivaló neked, de addig kapod, amíg nem szólsz, hogy ne állj be. Elém a sor, és szó nélkül hagyod, hogy ezt megtegyék veled. Jó, én egyszer elmegyek veled sorbálni. De úgy sem, hogy nem ismerlek, hanem mögéd állok. Jó. És ott leszek, mint egy ilyen védőernyő, és valaki beáll eléd, azonnal lekapom. És akkor de ugye szólsz, hogy hello, 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 megmondtuk, hogy néni megmondtuk, hogy a nőket és a gyerekeket engedjük mindig előre. Ennyi. Miért kell beállni a kisfiú elé? Maga miatt késel a nulladik órát? Gondolkodjon már. Na, ennyi. Tízes ki ezt a dörmögő dömbötől. Szeretem ezeket az embereket szembeállítani azzal a nagy életigazsággal, hogy te is a sorban állsz, és a megdöbbenés az arcukon, illetve amikor rájönnek, hogy prostok voltak, az minden pénzt megért. Tehát én kicsit erre megyek. Amikor felismeri, hogy ő most ahol volt, és rájön, és kicsit megszégyenül, az jó. Az jó. Hát ha felismerés, nem az. Fel, egyébként, aki beáll előtt a benzinkútra, általában egyébként fel, és akkor hátra sunyognak ám. Tehát ezek mind bepróbálkoznak, és olyan, mint amikor a kiskutya bepróbálkozik a naggyal. Ha a nagy leteríti, vagy leterül neki, vagy lefekszik neki, akkor nyert. Morog egyet, akkor a kiskutya visszamegy. Ők is ilyenek egyébként. Ez a csoport dinamikája, hogy egyszer valakinek helyre kell tenni, és akkor beállnak a sor végére, nem? Uh-huh. Csak helyre kell tenni. Tehát, hogyha mondjuk én a társas dinamika tanárhoz beiratkoznék, akkor a tanfolyam elvégzése után azt látnád így reggelenként, hogy így körülöttem hanyat fekszenek ilyen nénik is bácsik, és felfelé tartják így a kis lábukat, szétteszik, és nyalogatják a szájuk szélét, és te meg itt így megadják magukat. És neked meg egyenes utat van a pénztárad, és mindenki balra-jobbra dől, elfekszik le, és azt mondja, hogy megadom magam. Szűkölnek. Igen. És gondolj arra, hogy két emberrel teszel jót, egyrészt saját magaddal, ugye ezek ezután nem majd nem jönnek, meg vele is. Mert megtanulja, hogy sorba kell állni. Tehát te tanítóvá, de ilyen nagyon megalázóan, erőt sugárzóan szagolgassam is őket. Igen, mint nagy igen majd emelt kis kutyát, a jobb lábadat is pisíld. És jelöljen meg őket, mint a teritorium része. Na mindegy, hogy állunk játékkal, gyerekek? 2-1. Vezetünk? Most mondtam valamit, fogalmam nincs. Szerintem Anna, értem. 1-1. Ja, szerda van. Nem, a csütörtök. Hogy lehet egy? Nem lehet egy. De valamikor tegnap volt, ugye, mert egy tapolcai hallgatónkkal beszéltünk, és ott ilyen vételi zavarok voltak, megszakadt a játék a felénél, és ezért. Uh-huh. Nem adtatok pontot senki. Tényleg egy-egy. Tehát nem adtatok pontot tegnap senki. Tudod, akit leszúrtam. Igen. A tapolcai rádiós száll le a buszról, és vár másfél órát egy esővédő nélküli busz megállom valahol a puszta mellett. Igen. Reméljük, a pingvin vizsga jól sikerült neki. Reméljük a legjobbakat. Jó, akkor egy-egy van, ez a lényeg. Jó. Lehet jelentkezni játékra, jó, ha valaki szerette velünk játszani, akkor nyugodtan így jön. SMS-t 3:30, jövünk Ákos híre után. Hú, de jó dal volt ez. 8 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, van közlekedés hírünk, M3-as baleset és hatóság mentes, szakadó eső, 5 fok. Non-stop gumit tudom ajánlani. Vannak ilyen szervizek. Köszönjük szépen, ezt Bali. Jelen Bali profik, igen, 24 órás utárpisti küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán trafi van az M6-oson, Pécs irányában a 108-as kilométer kőnél, valamint baleset a 7-es úton, Székesfehérvár felé, Baracska után, tűzoltok a helyszínen, Anna Majori lehajtónál történt egészen pontosan, Laci 76 küldte nekünk, mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, hogy hívnak? Ibi vagyok. Ibi? Igen. Ibi? Ibi. Ibolya. 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 Igen, de csak Ibi. Ibi, aha. Mm-hmm.
Ibi, nekünk is volt egy Ibi néni. Volt egy ilyen tanárnő, úgy hívták Ibi néni. De nem tudom, mi volt a rendes neve. Tantárgy? Biztos Ibolya volt, hogy első négyben tanított minket, tehát mindenes volt alsó tagozatban, nem külön tantárgy, tehát minden Ibi néninek hívták. Néha a konyhán is találkoztatok vele, ahogy kevergett a rántott leves. Igen, Ibi néni, sose felejtem el. Vajon mit csinál most ebben a pillanatban Ibi néni? Ugye ez egy jó kérdés, ki tudja. Honnan hívtál minket, Ibi? Szegedről. És mivel foglalkozom? Könyvelek. Hát ez de unalom. Már így külső szemlélőként, tényleg az. Külső szemlélőként, nyilván nektek nem így éled meg, de az ember, én sose értem, hogy valaki ebben mit talál szépnek, de hát nyilván megvan a szépségben, a könyvelésben. Meg csak találni a kiskapukat. Igen. Igen, mert mindent jól csinálni. Meg mindent jól csinálni, ne kerülje börtönbe. Már nem te mész börtönbe, nem, hanem azoknak, akiknek könyvelsz. A könyvelőnek van ilyen felelőssége? Ha te rontod el. Hát van felelőssége. De mehetsz? Igen? Hát konkrétan még nem hallottam ilyen esetet, úgyhogy. Igen, én is úgy hallom, hogy nehezebben megfogható a könyvelő. Letthozott anyagból dolgozunk, ezt ennyi. Igen. Kivel szeretnél játszani? Hát Feri nem játszott még a héten, ugye? Csodás választás, jó ide jó. Jogos, hát igen. És ugye a számok emberek köztünk Feri. Mehetünk? Akkor Feri választ. Jó, akit választasz, akkor Jani. Hát Ritu van, Fajor. A napfényváros a Szeged, ugye, Ibi? Az, a napfényvárosa. Süt most? Most éppen nagyon felhős az idő. Akkor esik. Borongós. Eszeget. Illetve nem eszeget. Ott a vége. Illetve nem eszeget. Mennyi mindenről tudtunk volna még beszélni. Kutyafáját. Azt a mindenit. Ibi. Na mi történt? Hát... mondtam a tiltot. Igen, ez ezt egyébként elég élesen látod, igen, ez egy nagyon jó megfejtés. A tények emberek. Igen, kimondtad a tiltot. Pedig az ekkót csak most akarta behozni. Mondja, mert egyszerre beszéltetek most. Mondom, próbálkozok még. Ja, próbálkozol még. Jó, hát persze, nyugodtan figyelj, írj SMS-t, egy-két hét múlva lehet, hogy újra sorra kerülsz. Jó, Ibi? Oké. Rövid volt. De köszi a játékot. Én is köszönöm, sziasztok! Hello. Nem lett jó napja szegénynek. Hát, ez egy könyörtelen dolog. 2-1! Azt a mindenségét! 2-1, hiszen egy játékkal kevesebbünk van a héten, így viszont 2-1. Ha holnap szöget még beütjük, gyerekek, akkor meg is vagyunk. Egy újabb nyert hét. Ennyi. Illetve lehet döntetlen 2-2-vel. Az is jó. Hát akkor elengedjük döntetlenre. Az is jó nekünk. Az is jó. Azzal sincs baj. 8 hét után, 10 hét után már belefér egy döntetlen, tehát simán kiengedhetünk holnap. Na, azt mondja, hogy nézem, hogy van még valami friss közlekedésünk. 24 órás futárpisti közlekedése óta nem jött nagyon semmi egyébként. Illetve pont most egy hingiszt küldte, M1-es 96-os kőnél kamion az Árokban Győr felé. Ez ebben a pillanatban jött. 7 óra után Szújó Macit hívjuk, mert hogy ugye Alonso egy elég érdekes balesetet szenvedett, azt mondják, hogy nem komoly, mégis 3 napig tartották kórházban, aztán kiegentették, azt mondták agyrázkódás, van, aki áramütésre gyanakszik, van, aki már azt mondja, hogy ájult volt, amikor falba csapódott, és az áramütés miatt lehet, mert hogy fura módon tért le a megszokott ívről, és lehet... Ja, akkor vezetés közben érte a baleset. Aha, kezd összeállni. Igen. Hát akkor háztartási baleset lehet. Nem, akkor átküldöm neked a cikket, akkor te kicsit messzebbről indulsz. Nem, teszt közben. Már így kezdtem így vizionálni, mondom, hogy sok fürdőszobában, és jött ki, és... Nem, kézzel, van egy ilyen teória, hogy áramütés szenvedett, és a Honda megrázta, és hogy elájult vezetés közben, és ezért csapódott ilyen furaszögben a falnak, a Honda tagad, mindenki azt mondja, hogy nem érte áramütés Alonzót, viszont ott nézegették a nyomvonalat, ahogy letért, furamódon tért le, jobbra dőlt, vagy balra dőlt a fejem, amikor megállt az autó, vagyis azt jelenti, hogy már ájult volt, viszont akkor még ütközés nem volt, szóval nagyon érdekes ez a baleset. Minden esetre ugye kórházban volt, most engedték ki, de van egy-két gyanús körülmény. Úgyhogy ennek járunk majd utána. Fölébresztjük a mi drága Szújó Macinkat, hogy mondjon nekünk. Van ekkora feszültség egy autóban? Igen, én is ezen gondolkozom, hogy megrázhat az aksi. Hát van egy olyan rendszer, ami ugye tárolja a feszültséget, és így van, és amit aztán később föl tud használni. Elvileg, de mindenki tagad, és azt mondják, hogy ez az áramítés teória, ez nincs, mégis felmerült, és külföldi szaklapok ezt lehozták, aztán persze nyilván ezt azóta már mindenki megcáfolta, mindenesetre elemezték a balesetet, és furcsa dolgok történtek a baleset alatt. De a baleset Maci után is. És lerántja a Maci gyerekek is elmond mindent. És lerántja a pizsamát. Lerántja a pizsamát magáról, és elmondja nekünk, hogy mi a helyzet. Fog-e a beszélgetés alatt kávézni?
Mi vagyok én, orákulum? Hát mit? Csak aha, gondoltam, hogy egy, amíg nincs tenisz, addig azért valami beéljük ki a tenisz, fogadási hajlamunkat. Á, tenisz. Ja, hogy de van tenisz. Jaj, miért? Ilyen vagyok. Nagyon-nagyon csúnyára szerettem. Na jó, hát akkor majd beszéljek egy kicsit a Dubái 500-as ATP tornáról. Következő történt tegnap. Roger megverte Verdas Kót egyébként két sima szedben. Djokovic is ott van. Úgyhogy figyelj, ebben most nagyon csúnyán belenyúltál. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy Djoko is nyert, Roger is nyert, nem sokára összekerülnek. Úgyhogy megtehetjük tétjeinket. Dubái 500-as ATP torna van. Jó, mi is kicsóztunk és vállak ütköztünk. Teljesen. Ott fekszünk ketten. Rájultad olyan íval, te meg a, gyakorlatilag a meret, majdnem elmeret holttestünkön táncolsz. Gyerekek, egy szavatok se lehet magamtól, én ezt be se hoztam. Te említetted. De én nem úgy tudtam, hogy van, én csak mondtam, hogy nincs tenisz, akkor fogadjunk abban, hogy a Szújó Maci fog-e kávézni a beszélgetés alatt. Gyerekek, hát ott zajlik az 500-as Dubai torna. Ugye hát nem adja senki, kérlek uram. Valami sportcsató, nem az Eurosport, sport, egy sportklub, valaki adja, de tegnap néztem. Ez a baj egyébként, tényleg. Fogadhatunk. Úgy érzem magam, hogy én oldalkocsis motorkerékpáron ülnék az oldalkocsiban, és így hiába mondanám, ne, Feri, ne nyújj bele a kormányban, ne húzd el, ne érted. Megnézem, mikor játszanak Djokóba, már meg is tehetjük tétjeinket. Egy perc, pontosan 7 óra. Mondtam, hogy Verdasco most nem, jó, mindegy. Egy perc, pontosan 7 óra, Szújó Macival jövünk Ákos híre után. 7 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. Hello Feri, hello Jani! Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk. Rossz idő van már, legalábbis ami a csapadékot illeti. Ugye hőmérsékletileg egyébként jók vagyunk, tehát a tavasz körbe nyalogat bennünket, körbe szimatol, jó idő van, nincs hideg. Viszont hát ez az eső, ez nem ad sok... Nem. Pozitív érzésre okot, meg örömre okot, ugye szakad az eső a legtöbb helyen, ahogy látjuk az SMS-ekben, és hát nem is sem néztem, most leszoktam az időjárásra, már hónapok óta nem nézem, tényleg, nem vagyok időjárás fetisista, mit mondanak? Mert reménytelen, marad, megy, azért. Reménytelen, egyébként igen, majd júniusban nézem, most csak azt hiszem, hogy milyen sokáig van már világos este, ennek örülök minden nap, mikor megyek a gyerekért az óviba. Melegszik. Melegszik, és melegszik eső marad? Idő, nem marad az eső sem, azt mondják, hogy pénteken már nem lesz, felhős lesz. Nagyon az ég, itt ott, amott, de egyébként eső az nem várható, és ilyen 10-11 fok lesz a hétvégén, szombat vasárnap. Meg lesz ennek a böjtje, gyerekek. Persze, jövő héten meg már megint mínuszok lesznek állítólag. Nem láttam, csak én érzem, hogy ez a februári 13 fok, ez mindig egy ilyen, itt vagyok, jön a tavasz, de még előtte megmutatom, hogy ki az úr a háznál, nem? Mi jövő héten már március, tudod, azért olyankor meg nálunk mínusz van, és hóesés. Egyébként gyerekek, ma reggel morfondíroztam azon, hogy most beszéltünk arról, hogy mit vegyék karácsonyra ajándék. De nagy kis túlzás. Morfondíroztál, nem lamentáltál? Nem, nálunk padlószínűleg nem, nincs lamentált dolog semmi. És nem elviszünk a parkettában. És egyszerűen azon gondolkozik, hogy hogy megy az idő. Tud, ez is a leghülyebb közhelyemből, amiről az ember beszélt. De most beszéltünk arról, hogy nem akarunk hallani karácsonyi, kellemes ünnepeket októberre. Most jöttünk haza Afrikába, gyerekek, hétvégén március van. Hogy, és így múlnak a hónapok, így múlnak az évek. Így most múlik el az élet, aztán jön a következő. Ezzel kapcsolatban van egy jó sztorim, készítettek el egy kisgyerek. Hadd beszéljek egy 4 éves grúz kisfiúról, aki megismerte a nagyapját. Nem, de gyerekek, március van. Szóval ez valahol jó, persze megyünk bele a nyárba, hosszabbannak a napolok, de egyébként valahol szörnyű, hogy negyed hiányzik. Év hús, negyed év lassan. A március, hogy beleveszed. Ennyi? Már Stirlitz is megmondta, az idő sohasem meg nem áll, az órák róják szüntelen az útjuk. Mi érezzük az időérzékelést egyébként gyorsabbnak, vagy valahogy ez a téridő kontinuum tényleg gyorsabb lett, vagy minden nap elvesznek tőlünk egy fél másodpercet? Én nem értem, vagy nem érzem azt, hogy régen 18-20-22 évesen ez ilyen durván ment volna felettünk, hogy most volt karácsony, nem. Jó, készülsz a húsvétre, a húsvét, jön a nyár, vége a nyárnak, rövidülnek azért a nappalok, ősz. Sokkal jobban foglalkoztat most az időnek a múlása, mint akkor, és szerintem ezért. De akkor még érezted, hogy sok van előtted, igen. Most meg már, hogy igen. Kevés? De én úgy érzem, hogy gyors az idő, hogy nem. Ezt nem akarom érezni. Nem, még sok van. Nem jut minden nap eszembe, hogy úristen, megint Jézusom már március. Jézusom már csak 30 jó nyár, vagy 25, vagy be nem tudom mennyi, abból már csak 10, amikor még föl is állt. Tehát ez így egyébként... Nem túl pozitívan a dolgokat. De egyébként ez így nem jut eszembe, csak most így ránéztem a naptára, mindig a fürdőszobáján átnézem a napi programok, tehát mi van beírva, nem tudom, és Jézus Isten március. Úristen, hát most volt ez
az egész karácsonyi őrület, ami ellen mi is felszólaltunk, hogy azért ne öljük meg egymást, meg karácsonyban. Próbáljuk egymást kicsit szeretni. És gyerekek, lassan az a húsvéti sonka, mit hozol, hozzak-e sonkát, kérdezi a Feri, mi van, vegyek-e, értem? Hmm. Tehát most várt, jön a húsvét, és most volt karácsony. Túl sűrűn élsz, ez lehet a gond. Tessék? Túl sűrűn élsz. Nagyon sűrűn. Nagyon sűrű a patika, az otthon, a rádió és a patika. Az is sűrű. Tehát olyan izgalmas Bermuda háromszög, hogy ezt ellenmondhatom. Néha egy-egy bevásárló központ és pelenkák. Tehát hihetetlen izgalmas az életem. 10 óra után meg aztán őrületes. Nekem tegnap jut meg, hogy mennyire hogy rohan az idő. Hogy eszed. De ez nem csak tegnap, ma is már kétszer. Ja. Ja. Hogy azt akartam mondani, hogy tegnap az egyik ilyen VV szereplőről kiderült, hogy az Ambrus Mercedesnek, a számomra ez egy ilyen újdonság volt, az Ambrus Mercedesnek egy egykori ilyen Playboy nyuszinak, vagy Playmate-nek a fia. Aha. Ezt is egy felnőtt srácról van szó, aki egyébként meg elkezdett kavarni ott bent a villában, VV Anettel. Na mindegy, de ez nem is érdekes. Mert... Tehát már Mercedes is 40, ugye? Inkább ez jutott eszedbe. A Mercedesről pedig az jutott eszembe, hogy amellett, amit ugye Balázs felvilágított kép, hogy ő az egyik iskolatársamnak az osztálytársa volt, annak idén valamilyen szakmunkás képzőben. Tehát, hogy az a srác, aki ott áll, az gyakorlatilag egy velem egyidős csajnak a fia, a felnőtt fia. Kemény. Nagyon durva. Igen. Még durva, hogy hasonlít rád. Pár csak hasonlít vele. És ha meglát téged, mindig apának szól. Igen, mert nagyon-nagyon kedves helyes édesanyja volt egyébként. Hát igen, gyerekek, kemény ez. Na jó, nem akarok én itt nagyon, tényleg most itt szentimentális húrjaimat egy kicsit nektek megpendíteni, és megláttatni lelkem legmélyebb, és egyben nem is azt mondom, hogy legsötétebb, legérzékenyebb hárfáit megszólaltatni. Tehát nem erről. Ja, igen, lefogni néhány akkordot a romantika hárfáján. Mert itt ott hamisan szól, már csak azért semmi. De hogy igen, szóval, hogy Forma 1, na, Forma 1-ezünk egy picit, ugye volt egy fura balesete Alonzónak, és azóta mindenki erről beszél, mi még a héten nem is beszéltünk nagyon erről, napok óta zajlik a dolog. És hát nyilván van valaki, aki nálunk sokkal felkészültebb, úgyhogy rögtön fel is hívjuk. Ugye Alonso egy furcsa balesetet szenvedett, és azóta se nagyon tudja senki, hogy egyébként valójában mi történt. Van néhány pont, amiben összeszedték, hogy mi volt a furcsa ezzel a balesettel kapcsolatban. Többek között Vettel, aki Alonso mögött ment, ő is elmondta, hogy ez nagyon érdekes és nagyon fura baleset volt. Ha csak egy egyszerű ajdászkódása van, és minden lelete negatív, akkor egy nap után, vagy két nap után miért nem engedték ki a kórházból Alonzót, van, aki áramütésre gyanakszik, ami azért elég durva, erről nyilván mindenki mélyen hallgat, mint a sír. Mégis borzolja a kedélyeket, hogy miért volt ájult Alonzó a baleset pillanatában. Állítólag a fedélzeti mérnök már csak nyögéseket hallott, amikor próbált kommunikálni Alonzóval, és nem nagyon jött ki hang Alonzóból, és úgy ment le a pályáról, hogy ő már eszméletét vesztette. Viszont ütközés nélkül hogy ájulsz el? Ha például nincs áramütés, ha érdekes felvetések vannak. Hevett édességet az edzés előtt. Igen, mert többek kérdezik, hogy lehet állapotos. Vagy az. Igen, vagy leesett a vércukra. Meg onnan hátulról, hogy tudja megnyalni az aksit, nem? Hát lehet, hogy van egy bikakábel a szájára kötve, és amikor érzik, hogy Alonso kicsit álmosodik, akkor így kicsit próbálják megcsapatni. Érdekes ez a dolog. Hát egy új autóról van szó, akár még ez is előfordulhat. Én azt nem tudom, hogy valaha valaki ezt bevallja. Hogy igen, gyerekek, hibáztunk Alonzót áramütés érte mondjuk. Hát az nagyon nagy van, blama. Mi van akkor, ha azért terelnek, mert valamilyen egészségügyi problémája van az Alonzónak? Hát szerintem akkor nem engednék versenyezni. Azért ott ezt szerintem nagyon komolyan nézik, hogy valaki alkalmas-e egyáltalán a versenyzésre. Ott olyan erők hatnak, annyira ott kell lenni. De ő szerintem... még ájultan is jobb, mint a Hülkenberg. Jó, hát az mondjuk igaz, hogy még úgy is lemegy két kört a pályán rutinból ájultan. Igen. Szerintem nem engednék. Érdekes, hogy más mond a mérnök, más mond a menedzser, más mond a fedélzeti mérnök. Mert pont az előbb említett hangokra mondom, hogy a menedzser azt mondja, hogy az ütközés pillanatában Alonso elájult. A menedzser pedig azt mondja, hogy ő már próbált a pályán Alonzóval kommunikálni, de furcsa hangokat hallott, majd egy végső nyögés volt, és utána néma csend lett. Még egyébként az ütközés előtt. Aha. Szóval ez ilyen baromi fura baleset. Most ez a fiúval mindenki beszélgetett edzés közben? Mert most az a fedélzeti hát, mérnök, tenné, rizibizib, a csapatfőnök és a menedzser. Fernando, anya vagyok. Hazajössz egy kimosatni a szennyes. A kedvenc pasztasútádat csináltam rákos paélát neked. Tudom, hogy nagyon
szereted, igen. Nem, a menedzser azt mondta, hogy az ütközés pillanatában, ezt ő később mondta, tehát aha, nem a rádión keresztül mondta Alonzónak, hogy Alonzó, te mikor vesztetted el az eszméletedet, tehát később nyilatkozta a sajtónak, míg a mérnöke mondta azt, hogy ez nem így van, mert hogy ő már próbálta a lecsúszás pillanatában beszélni, vagy előtte beszélni Alonzóval, és ő már csak akkor ott nyögött, majd egy végső nagy szusszanás után Alonzó elhallgatott, kevés az esélye, hogy mondjuk hűlt. Na most két lecsúszás van, melyikről beszél, mert először ugye ez egy nagy jobbos kanyar volt, amielőtt történt az eset. Először Alonzó lement balra a fűre a bal kerékkel, onnan visszahozta még az autót, ha ő hozta vissza, mert ha már ott ájult volt, akkor ott ment össze-vissza, és utána a jobb oldalra ment, és ott tak-tak kétszer oda csapódott a falnak. Mivel elmaradt egy főzős műsor, hogy erre, vagy véletlenül ellemerült az elem a távirányítóba, vagy honnan? Ne, van egy haverom, azt elmesélte. Te figyelj, ez az Alonzó gyerek. Korábban sült a Jimmy Oliver pulykája, azt véletlenül oda kavarodtál, vagy mi történt? Jimmy Oliver, csak Nigella. Csak az ő melleit szeret. Már hogy a pulyka. Ahogy lenyalja az ujját, Nigella. Ugye? Na mindegy. A sajátja. Persze, megkérdezzük azt, aki nálunk, gyerekek, hát sokkal jobban ért ehhez, amikor hívjuk. Itt van, fit, az felébred. Akire mindig számíthatunk, ha a pizsamapartit szervezünk. Így van, a leges, legszebb gyapjú pizsomájával, egy forró kakaóval a kezében. Szújó Zoli, jó reggelt kívánunk! Zoli, hello! Jó reggelt, sziasztok! Itt kell, hogy ábrándítsalak benneteket, már nem pizsamában, hanem utcai ruhában, mert már úton vagyunk. Sziasztok! Azért milyen jó a forma, hogy nem, hogy még el sem kezdődött, és már lehet ilyen jó kis összeesküvés elméleteket gyártani, meg beszélgetni róla. Sziasztok! Igen, ez nem elméletek, ez maga az összeesküvés, Zoltán. Vajon mi történt a McLaren Hondával abban a néhány másodpercben, illetve Fernando Alonso? Hát tényleg ezt találgatja a forma egy világa. Ugye szerintem a McLaren Honda elkövetett egy óriási hibát, amit manapság már egy profin kommunikáló cég, akár Forma 1-es, akár nem is tudom mi, hűtőgépeket gyártó cég nem engedhet meg magának, hogy 24 órán keresztül egyrészt vagy össze-vissza beszéltek, de hivatalosan nem mondtak semmit. 24 óra az rengeteg idő, pont elég arra, hogy egy csomó dolog, akár sok butaság is szájra kapjon, és elkezdjenek találgatni magukat mindenkinél okosabbnak tartó újságírók a Forma 1-ben. Hát nagy kérdés, hogy mi történt Alonsoval. A hivatalos közlemény szerint, mert azért ez megérkezett nagyjából a második napon, amikor ugye Alonso még mindig kórházban volt, azt tartalmazta, hogy ez egy normális, egy teljesen megszokott tesztbaleset volt. Nyilván egy egyszerű tesztbaleset után nem kell két éjszakát a kórházban maradni a delikvensnek. Nagyon érdekes volt a helyzet egyébként, ugye, hogy mi történt, hogy mi történhetett Fernando Alonsoval, és valóban megosztanak arról a vélemények, hogy az ütközés pillanatában eszméleténél volt-e, vagy néhány pillanattal korábban egy blackout bekövetkezett, vagy nem tudom, egy rövid zárlat, nem az ERS rendszerben, tehát az energiaviszonyú rendszerben, de ugye még ez is felmerült, hanem Alonso agyában, és azért húzta félre a kormányt. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert ez a hármas kanyarban történt Barcelonában, az egy nagyon tempós jobbos, ami egy picit emelkedik. Azt általában 250-260-nal veszik, és Sebastian Vettel elmondása szerint, aki néhány méterrel korábban lehúzódott, hogy elengedje Fernando Alonsót, ő azt mondta, körülbelül 150-nel mehetett Alonso. Tehát ez egy jobb kanyar, és azon Alonso egy picit szélesebbről indult a bal oldaláról a pályának, és a kocsi kerekei, tehát a bal oldalon lévő kerekei, főleg így a hátsó, az ráment a kanyar külső évén lévő műfűre. Ez a műfű borzalmasan csúszik, ezt minden pilóta pontosan tudja, főleg egy 33 éves kétszeres világbajnok, aki azért ismeri, hogy hogyan kell kormányozni. Látott már ezt, és fogott már meg ennél durvább helyzetet is. Az autó elkezdett csúszni, a hátulja nyilván elindult, és ugye az orra az befelé mutatott a kanyar ív belsőn lévő fal felé, és az volt a furcsa, hogy oldalról érte az ütközés Alonsót, tehát nem is szakadt le a kerék, meg nem nagyon rongálódott meg az autó, pusztán csak az első szár hiányzott, és egy életszerű újságíró kiszúrta, hogy azok az első szárnak lehet, hogy nem ott kellene lennie a fizika törvényei szerint, ahol megtalálták, tehát akár az is okozhatta a balesetet, hogy leszakadt menet közben, akár anyaghiba, vagy valami miatt ez az első szár. Tehát neki csapódott a belső falnak jobb oldalon, oldalra. Azt mondják, és ez is nagyon érdekes, mert ilyenkor általában nyilvánosságra szokták hozni annak a becsapódás mérő eszköznek az eredményeit, ami ugye kötelező felszerelését képezi az autóknak. Azt mondják, hogy körülbelül 30G volt az első becsapódás oldalról, és mivel nem volt gyűrődő zóna,
mert nem előről kapta el, így azt teljes egészében Alonso teste kellett, hogy elnyelje ezt a 30G-s becsapódást, és aztán volt egy másik, mert ugye az volt a furcsa, hogy ráhúzta a kormányt a falra, pedig ugye ilyenkor minden versenyző próbálja elkerülni, hogy ütközön meg megrongálódjon az autó, és volt még egy 15G-s becsapódás is. Ugye az az érdekes, hogy, és ez a protokoll, hogy 15G fölött a protokoll szerint be kell vinni a versenyzőt a kórházba, nincs mese. Tehát ott nincs döntési helyzet, vagy mérlegelési helyzet, olyankor mentőhelikopter, kicsit benyugtatózzák, és aztán viszik a különböző vizsgálatokra. Mint ahogyan ez egyébként meg is történt, CT vizsgálat, MRI vizsgálat, minden más, ezek állítólag negatívak voltak. Na itt van rögtön akkor az első kérdés, mert azt mondtad, hogy 250-nel szokták bevenni ezt a kanyart. Miért ment az Alonso 150-nel? Már ott baj volt? Hát egy teszten nem verseny van, ott akármi történhet, tehát mondták neki, visszalassít, hogy menjen-e igen egy hűtőkört. Vagy de nem lehet, hogy ott már baj volt? Ott már vagy ájult volt, ha ezt az ájulós teóriát követjük, hogy már ott kész volt. A, B vagy akkor már érezte, hogy ez az első szárny, ami ugye anyaggyengeség vagy. Na, hát vagy gyakorolta a csapatutasítást. Lassíts. Egyébként ugye megnézték később a telemetri adatokat, és ezt aztán ki is adta a McLaren, vagy annak bizonyos részeit, és ők azt mondják, hogy a bal lábával, tehát a fékező lábával a maximális fékhatást ért el Alonso, és közben folyamatosan váltogatott vissza. Ugye ez igaz, hogy nem azt, ahogy Balázs említettem, majd talán egyszer 20 év múlva meg fogjuk tudni, amikor megírja az életrajzi könyvét Fernando Alonso nagypapaként, de hogy váltogatott vissza, tehát tudatosan cselekedett és várta a becsapódást, mert ugye ilyenkor ez a... Tehát, hogy nem volt ájult akkor valószínűleg. Nem volt ájult. De mégis a mérnök azt mondja, hogy ő próbált Alonsoval kommunikálni, de hogy ő már csak fura hangokat hallott, majd egy végső nyögés után csend lett, még az ütközés előtt, ezt mondta a mérnök. Közben más mondta a menedzser, azért ez elég fura. Nagyon ijesztett, nyilván utána már rájöttek, hogy ha valami történt is, akkor azért ezt finomítani kell, nem? Nyilván egy kétszeres világban, aki most igazol a McLaren Hondához, ugye a Honda visszatér, minden, az nem ájulhat el, nem lehet rosszul. Egy dolog jutott az eszembe egyébként ezzel kapcsolatban, hogyha ezt a teóriát elfogadjuk, hogy nem feltétlenül volt tudatánál Fernando Alonso, ugye 33 éves, kétszeres világbajnok, és az ő már abban a korban van, meg pályafutása azon szakaszában, amikor elkezd kompenzálni, méghozzá az edzésekkel. Emlékeztek Mihály Schumacher erre, hogy a vége felé mennyire ki volt már gyúrva? Indokolatlanul izmos volt, meg hatalmas muszlé volt. Igen, és mindig mosoly volt. Igen. És mindig mosoly volt. Bármi történt, mindig mosoly volt. Ugye Alonsoról érdemes tudni, hogy ő Jenson Button mellett a másik ilyen edzésmániás, tehát folyamatosan biciklizik, fut, hegyet mászik, úszik, nem tudom, tehát komolyan edz, és lehet, hogy egy picit túlhúzta az alapozást, és lehet, hogy olyan kimerültség jelentkezett nála, ami akár egy pillanatnyi kihagyáshoz is. De akkor ez az áramütés, ez nem egy valós felvetést. Hát én ezt tartom a legkevésbé valószínűnek. Miközben persze azt is tudjuk, hogy igen, mivel ezekben az autókban nagyon profi energiaviszonyelő rendszerek vannak, amik azért nagy feszültséggel dolgoznak, és a Honda most tanulgatja ennek a használatát meg építését, meg a McLaren összes beszállítója, még akár ez is előfordulhat, de én ezt nagyon ezt tartom a legkevésbé valószínűleg. Még az sose derül neki, tehát annál nincs kellemetlen, mint amikor egy visszatérő csapat a pilótát megvágja az áram. De ez az mennyire ciki, hogy a Honda mérnökei egy egyszerű szelepet, a turbónak egy szelepét nem tudják olyan minőségben legyártani, hogy az normálisan működjön, ezért aztán a McLaren fogja magát, és házon belül csinál egyet, és azt építi be az autóba. Már ez is elég. Édesek, gyere. Azért szegény Alonso mélyről indul akkor, nagyon. Szóval, hogy... Figyelj, és ez a McLaren rengeteg Honda rajongó van az én közvetlen környezetemben, és nagyon várják meg, hát azért 30 év fölött a McLaren Honda kombináció szó összetétel az megindít valamit az emberekben, eszünkbe jut Senna, meg Prost, 88-89-es időszak, de hogy ettől a Hondától nagyon halkan mondom, hogy idén még olyan sokat szerintem nem szabad várni. Hát ez nagyon, ez nagyon kemény. Nem leszünk okosabbak, ugye ilyenkor mi is találgattunk, meg én is elolvastam egy csomó elemzést, meg aztán a hivatalos közleményeket. Nem igazán lehet tudni, hogy pontosan mi történt. Valóban az a furcsa, hogy a második becsapódás után, minthogyha hát egy kicsit úgy nem lenne eszméletéről Alonso, mert folyamatosan a falra húzza az autót, miközben akkor már nem kellene. Egyébként egy enyhe hagyrászkódást az bevallottak, tehát egy enyhe hagyrászkódást az kapott. Most pont lejött az egyik internetes portálon egy cikk, hogy a Williams valami tök új alkatrész csomagot vett majd be, és állítólag nagyot fog szólni, és a Red Bull is, meg a Ferrari is majd reagál rá. Tudsz valamit? Az eBay-en rendelték. Igen, most megrendelték.
Igaz, eBay-en rendelték. Hogy ez van erről valami info? Vagy ez elég friss dolog egyébként. A Williams erős lesz, vagy erős lehet, az már látszik, hogy ugye ők nagyon jó úton vannak, ráadásul a Mercedes állítja az erőforrást, tehát ők meg lehetnek. Szerintem Mercedes, Williams, aztán Ferrari, Red Bull nagyon szoros csata mondjuk ott a harmadik, negyedik helyen, és ugye a Lotus is vált Mercedes-re, tehát még akár ők is beletalálnak, biztatóak a teszt eredmények egyelőre. Ma kezdődik egyébként a harmadik és egyben utolsó teszt Barcelonában. Még 4 nap, aztán kis szünet, felkészülés és Ausztrália. És utána már nem is ülhetnek autóba? Tehát utána már első futam Ausztrália. És akkor holdba is biciklivel megy, szegény. Igen, ebben. Egyébként pedig, hogyha van egy olyan lehetőség a csapatok számára, hogyha filmeznek, ugye filming day van, akkor egyszer 100 kilométert bemutató abroncsokon, amik nem azonosak a versenygumikkal, azokon mehet az autó még 100 kilométert, de hát ezzel már néhányan ez értetik. Ilyenkor ők magángépekkel mennek a futamokra, vagy van, aki magángéppel, van, aki mondjuk felszáll egy bizniszre, és elmegy egy sima polgári közlekedéssel, mondjuk bizniszen. Találkoztam pilótákkal a repülőtéren, tehát együtt szálltunk fel a gépre, csak ők ugye előrefelé mentek, én meg oda hátra. Téged a budi mellé ültettek, ők meg beszálltak a first class-ra. Nagyjából igen, de szinte mindenki, főleg tengeren túl légitársaságokkal mennek. Európai futamokra azért mennek magángépe, de például azt hiszem Hamiltonnak pont most van egy új magángépe, ő használgatja ezt, de tengeren túlra inkább nagy légitársaságok. De a legnagyobb a kis Alonso és Vettel is lehet, hogy becsekkor egy fapadra, és akkor ott a Duty Free-be vesz egy mogyorót, egy chipset, meg egy 3 decis kólát, és mondja, hogy de jó lenne már leszállni, mert rohadt éhes vagyok. Tehát, hogy ez a saját szememmel láttam egyébként a nagoyai repülőtéren Fernando Alonso-t kapucniban, melegítőben pakolni a hátizsákját a biztonsági ellenőrzésen, és a kutya nem ismerte meg. Tényleg? Hát azt gondolnám, hogy ennél azért ők úgy nagyobb sztárok, mint hogy ott tényleg sorban jön, aki a laptop, 30 milliliter, tudod, kivegye a kis partnőbe, kivegye a laptopot, és zokniba ott álljon melletted a kapunál, tudod, cipőt, vegye le. Ez legyen szíves. Konkrétan megtörtént, és senki nem figyel. De ugyanis, hogyha leveszik ezeket az overállokat, és civilben vannak, akkor már jóval kevesebben ismerik fel őket. Ebből is látszik, hogy a Forma egy akkora lufi, hogy de kezdőpilotákkal előfordul, hogy a civil életben is az overába mászkálnak, hogy így meglegyen a respekt. Hát szerinted, igen, mint a kezdő tévésekkel, akik ugye mindenkinek az elején belenéznek a szembejövő arcába, hogy felismerjük. És egy szivacsos, egy ilyen logós mikrofon van a kezünk. Igen. De hát Alonso jóval, az szokatlan egyébként valóban, hogy két éjszakán benn kellett tartani, de nyilván ugye a helikopteres szállításhoz azért valamennyire be kellett nyugtatózni, és ennek a hatásait kellett. Ez nagyon nyújtott volt azon a képen, ami kikerült a kórházi ágyról. És most beszéljük egy picit rólad, Zoli. Most te hol tartasz az alapozásban? A végén jársz már? Kérlek szépen, hősök télen születnek, tehát alapozni ilyenkor muszáj, és egész jó, már vagy háromszor voltam futni, meg egyszer, vagy kétszer biciklizni. Na, abból kétszer kergettek. Igen, készülök arra a nagy teniszmeccsre, amit majd a nyugdíjas fogunk. Én ezt akartam kérdezni, hogyha nevezd meg a helyet, a dátumot, válasz párbajfegyvert, és ott vagyok. Tehát nagyon szívesen, abszolút. 63, és nem is tudom. Pont tegnap volt egy 2,5 órás meccsem, tehát abszolút becsésben. Balázs mellől kikopnak lassan a szájhősök, tudod, hogy most meg kellene. Mondd meg, hol legyek, mikor legyek, és ott vagyok. Ha megengeded, akkor mögírnék, betérdelek labdaszedőnek. Ja, ha játszol és van kérdés, akkor továbbra is áll mondom, megbeszéltük. A kihívás, jó van. Balázs bácsi és Zoli bácsi a hazudó verseny kellős közöttén kimennek a a pizsomáddal? Alszol még pizsiben? Mik a legújabb trendek? Mik a legújabb trendek mesében, ami gyapjú, boher, csíkos, kockás, pöttyös. Nem tudom jobban, de azóta egyébként más érzésekkel húzom fel ezt a pizsamát, amióta beszéltünk róla, és így bekerült a fő. De körülnézel előtte? És picit kellemetlen érzed magad, vagy pedig? A párod még mindig úgy megy be a hálószobába este, hogy Zoli, nem áll. Persze. Most aztán különösen nem kéne hordani ezt. Már ilyen ismert lett ez a pizsama, hogy ennyit beszéltünk róla. Most már tényleg ciki le kéne lenni, ehhez képest ebben alszom. Sziasztok, lányok! Hova tartotok éppen? Suliba? Éppen suliba tartunk, és éppen szállnak ki a gyerekek a autóból. Dori, légy szíves, adod a Zsófinak, köszönöm szépen, matek fizet nagyon a matek. És ne felejtsd, ha becsúszik egy ötös alá, egy hét szobafogság. Viszont ugye múltkor a Dorinak volt egy feladata, hogy sziasztok, volt egy feladata Dorinak, hogy angol városokat kellett írni, és
próbáltam neki kicsi segíteni, de hogy nem az összes Forma 1-es csapatnak a központja ott volt a fizetben. A rohadt ez szakmai ártalom, igen. Jól van, hívunk még a futam előtt. Jó, Zoli, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Mindenképpen várom. Szia, Zoli, köszönjük szépen. Ciao, Zoli, hello. Hello, hello. De menő, hogy ők is így ott csekkolnak melletted, nem? Én azt hittem, hogy ilyen iszonyat nagy horror drága private jeteken ott röpködnek egyik futamról a másikra, nem? Alonso adta az okliba kis kivett laptopjával, kis 30-as parfümért fogja, hogy ide át tudja vinni a kapun. Nem, azt hittem, hogy... Mert persze Bernie persze hát a magárepülőjével utazik mindenhol. A saját repülőteréről, a saját financiáival. Az tudod, hogy úgy van, hogy minden pálya úgy van építve, hogy kell egy szervizútól, Bernie megy. De ezt csak ő használhatja? Tehát az egy policy, hogyha te pályát építesz bárhol, akkor... egyrészt, hogyha baj van, kettő, hogy Bernie mindenhol a dugó mellett egy külön úton közelíthesse meg a pályát, hogy ő nem akar sorban állni, és akkor kapsz te pályaépítési engedélyt, ha az is benne van a tervekben, hogy neked külön utat építesz, ahogy a Magyaródon is van egy külön út, ahol ugye Bernie megy rendőri kísérlete, hogy ő nem vegyül ott, érted, csak úgy a fordítva. Kell a külön út, hogy elférjen utat. Hattengelyes tolókocsit. És vízkocsit is magával? Szeretném mi még olyan 83 évesek lenni, olyan nőkkel, amivel Bernie körül van véve. Nagyon jól tartja magát. Micsoda? És vagy viszi a kocsiját is úgy, mint Putyin? Hát, azt nem tudom, hogy viszi a kocsiját, azt nem tudom. Na jó, van, jövünk a játékkal, lehet jelentkezni SMS-ben, ha valaki szeretne Owen bácsiékkal játszani, írjon nekünk SMS-t. Van egy közlekedési írünk, Selkútnál áll a sor az M3-as bevezetőn, ezt Bankos Kriszta küldte nekünk, köszönjük szépen. 8:05 perccel jövünk, Ákos híre jutam. Na fejtsd meg. Hát, hogy? Hogy? Na fejtsd meg, hogy itt az egér, ott a gomb. Na, Zsül? Na, Zsül? Annyi van, hogy már nem kell a kezed hozzá, már a mentális energiáidat irányítod a pulton lévő eseményeket. Egyébként menő volt itt zenéből, jingle-re tapsal visszajönni. Nekem ez tetszett. Mondd, hogy tudatos volt. Ez adott volt. Egy ilyen kicsit, egy ilyen late night show-s, ilyen jövünk vissza, már megy a taps, kamera még mozog. Közönség van. Na, ezt kipróbáljuk. Fia, addig, amíg elkezdte a hallgatók, azt mondták, hogy magukban, hogy anyám, gyere, rendben volt. Ez az én kis fülecskémnek, ez most tetszett. Ez egy ilyen kicsit verkes, jön a taps, forog a kamera, kettesbe átnézze, piro... Na jó, és élő közönség van a morning show-ban. Ez olyan volt. Így jövünk vissza. Jó, ezt most kipróbáljuk. De minden esetre a taps elindulása azért véleményes, hogy ez, hogy... Élő közönséges rádióműsort csinál valaki? Volt talán próbálkozás, illetve ment is egy darabig, egyébként még Bocsiéknál. Uh-huh. Még a Slágerben, vagy igen? Talán a Neóban, oda be lehetett jönni, egy pár ember így beült. Aha. Már nem úgy értem az élő közönséges, nem, hogy a stábnak hogy nagyon közönséges. Nem, egyébként az jó lenne egy ilyet. Tehát üvegfal, bennül 30 ember, nyilván nem ezen a helyen, de bennül 30 ember, és az egész be van kamerázva, és kicsit tévéműsor, kicsit rádióműsor egyszerre. De lehetne egyébként. De én összesen csinálják egy olyan műsor, ami... A kitelepülések azért ilyenek. Hát, igen, az ilyen, de hogy mit tudom én, egyszer egy kis kábel tévén te vagy, mint reggeli tévéműsor, ami egyben egyébként rádióműsor is, és a tévét és a rádiót milyen szálakon keresztül tudnád összehangolni, ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogy játszol úgy, hogy akit te ugye a tévében látsz, hogy játszol közben hallgatóval az éteren keresztül, hogy hangolod össze, az egy jó dolog. Ez én sokat gondolkoztam, hogy lehetne egyszer egy tévé és egy rádióműsor csinálni, de úgy, hogy tévéműsornak is megfeleljél közben, de rádióműsorként is ugyanúgy funkcionáljál. Ezt én nagyon szépen megcsinálnám egyébként. Tehát minden adott itt ahhoz, hogy rádióműsor legyen, aha, plusz kiépítve egy stúdióban effektíve tévéműsort is csinálnánk közben. De akkor az előző Szújó Maci interjúhoz be kellett volna jönni a Szújó Macinak, hogy nem, a tévében nem ott ülhessen? De ez attól függ. Nem, ilyenkor menjek ki hozzá egy mozgóstáb. És ott futnám, okay, a gyerekekkel. Csak egy ízével egy operatőr hangmérnök. A zenéket összehangolod a tévében menő videoklippekkel, tehát ugyanaz megy, akár a reklámokat is össze tudnád egyébként hangolni, ha olyan reklám van, aminek van mondjuk tévés spot változata. És a játékokat is fel tudnád úgy húzni, hogy az érdekes legyen egyszerre tévénéző, de rádió hallgató számára is. A boom sokat... végre értem. Hát azt le kéne takarni. Azt pokróc alatt játszanánk. Azt kitakarnánk. De más lenne egyébként egy sima bekamerázott online rádió műsor, mert hogy az egyébként nem tévéműsor, csak online kamerákon te nézel mondjuk egy rádió műsor. Csinálni. Tehát, hogyha tényleg, hogyha a Szújóval beszélgetünk, akkor ott legyen ki egy kis 25. táv, és akkor nézzék a Szújó gyerekek indulnak! Iskola táska fönn! Sokat ötleteltem, ez még jól meg lehetne csinálni, csak hát technikai igénye lenne nyilván.
Uh-huh. Nézzük a közlekedési híreket. Heves a magyar benzinkút nem érnek. Jani milyen szépen fogalmazott. Köszönjük szépen. Budakeszéről a belváros felé csak lépésbe lehet haladni. Aztán mérnek a Babakékből Csornán, Győr felé a 85-ösön, a körforgó és a vasúti átjáró közt, ezt Benő küldte nekünk, milyen helyes név Benő, nem? A 47-es úton Derecske és Berettyó Újfalú között mérik a Derecske felé tartókat, ez pedig Peti küldte, és Bacskon, Zsombi Bál kocsmánál levő kereszteződésben beleborult bringával az áramba. Na, ez komoly hír. Azért reggel 8-ra. Semmi nem történt, de két autó feltorlódott, kerüljetek, dr. Genya. Ez egy küldte ezt nekünk. Helyi érdekű hír. Én szeretem az ilyen helyi érdekű. Írjatok ilyeneket, ezek jók, igen. Na játszunk Góben bácsival és Beru nénivel már is. Itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szia Bali, szia Jani, szia Feri. Hello! Hello! Pista! Igen. Így, hogy hello. Pista? Ezt szeretem legjobban. Pista, de jó. Pista. Így, Pistukám. Pistukám. Úgyi. Pityukám. Vezérem, szőröm, nagyuram, ahogy szokták mondani. Modoros barátaink, így van. Pista, honnan hívtál minket? Kecskemétről hívtál titeket. És mivel foglalkozol? Tanuló vagyok, Pesten tanulok, de Kecskeméten élek, és most visszajöttem Kecskemétre dolgozni. Ugye, mivel tanuló vagyok, ez egy diák munka, és hamarra sem megyek vissza Budapest tanulni. Mi leszel, vagy mit tanulsz? Szabad bölcsészetet tanulok a Károlin. Hogy tetszik mondani? Szabad bölcsészet? Az azért jó, mert ott ugye nincs meghatározott téma. Tehát arról bölcselkedsz, amiről akarsz. Feri, hihetetlen, hogy ezt is megfejtetted. De nem jó. Szabad bölcsészet. De nem volt belőle otthon semmi probléma. Már pedig én akkor is szabad bölcsészetet fogok tanulni. Akkor kitagadlak. Amíg az én kegyelmet eszem, hogy nem fogok szabad bölcsészetet tanulni. Nem? De hogy jött? Hogy jött ez, hogy szabad bölcsészet? Amúgy ez a sztori majdnem lejátszódott szó szerint, de én mást akartam tulajdonképpen, csak az nem sikerült, úgyhogy ezt tartottam. Kötött bölcsészet akartam. Ez a bölcsészi diploma egyébként egy olyan nehezen megfejtető dolog, tehát tanultok egy csomó mindent, ad egyfajta nyilván általános műveltséget, ugye nyilván film, esztétika, kultúra, stb. Tehát rengeteg minden van benne, de közben ugyanakkor meg 5 év után kérdés, hogy mi van valójában a kezedben, nem? Mondjuk újságíró lehetsz egy bölcsész diplomával, meg egy csomó minden más is nyilván. Meg sokkal gyorsabban végzel egy fülessel mondjuk, mint bárki más, vagy egy skandila. Igen, ez nyomasztó is kicsit ez a nagy tudás. Igen, ugye, kicsit olyan, a kommunikáció szak, vagy a média tudomány, vagy tehát, hogy érdekes dolog, kommunikáció, bölcsész szak, hát ez van ilyen sok, csak hogy kérdés aztán, hogy az ember valójában mit kap, nem? Egy széles merítésű általános műveltségen kívül. Igen, hát most aztán jó belemgöltelek itt. Mi a célterületed? Eddig jó kedved volt, és volt kedved élni, most hirtelen elmondtuk, hogy hülyeség, amit tanulsz. És te csinált, szegény, nem akartuk elvenni a kedvedet. Mondjad, Feri. Hogy mi a célterületed? Tehát nyilván most, hogy szabad bölcsész vagy, de aztán? Hát szakosodni lehet, különböző szakirányok vannak. Tehát semmi. De hogy ne elváltsátok már. De nem is halljuk, hogy mit mondasz. Mondjad? Filozófiával lehet foglalkozni, vagy művészettörténettel, színház tudománnyal, a filmi világában lehet esetleg elhelyezkedni még. Réz András veszélyben. Na, akkor még nem volt olyan egyet, hogy elbizonytalanodtál, hogy mégis jobb lett volna esetleg kötött bölcsészetre mész. De néha ezen kell gondolkozni, aggasztó kicsit, hogy... Mi lett volna az eredeti, Pista? Mi lett volna az eredeti? Pszichológia. Az egy konkrétabb dolog, azért az egy jóval konkrétabb. Mondjuk meglepődtünk volna, azt mondod, hogy Hentes Mészáros. Azon nagy. Mi a diák munka, amit most csinálsz? Egy nyomdában vagyok. Ez egy magyar nyomda volt, de megvásárolták, azt hiszem, németek, és most ilyen gyógyszeres dobozoknak a kiterített hálóját látom én, amit adagolok egy gépbe, amit az a gép megragaszt. Nem valami izgalmas. Nem, tényleg nem. Egyébként elmondásod alapján sem tűnt annak, igen, szegényként. Igen, kitartás. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, jó? Figyelj, hallgass meg.
Tóth Gábor mellett állnak a dugóban, mert Gábor is dugóban van, még lehet, hogy ide se ér, vagy egy kicsit később. Igen, Gábor egy picit elmerült a jegyzeteiben is. Nem látja, hogy már zöld a lámpa. Igen, jegyzeteli a reggeliét éppen. Na figyelj, Pista, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La 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 la. Ne? Ó, hát ez nagyon kezd. Ez magyar? Ez nem Barkova. De egyébként meg szoktuk mondani, igen. Uh-huh. Állat? Nem. Nem tudom, rá merik a kérdezni. Ne, hát hallgass meg még egyszer, ízlelgesd egy kicsit, figyelj, hallgass meg. La 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 la. Annyira magabiztos, hogy rövidebbet adtunk. Ne legyen azért nagyon rövid a játék. Nagyon akarom a bögrét, úgyhogy... Bögre fetisista, vagy a bögre az álom? Igen, azt hiszem, hogy azért legtöbbet. Azért legtöbbet a vaterámi. Azt lehet a legjobban eladni. Na figyelj, mutatjuk még egyszer, meg lesz a bögre, figyelj. La 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 la. Na, hát ebből megfejthető. Inkább egy hosszabbat. Hosszabbat, nem, jó. Nem, úgy volt szidni magad. Figyelj, volt valami sejtésed, kíváncsi vagyok, hogy az lett volna. Figyelj, mutatjuk. La 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 la. Fiatal vagy még ehhez kicsit, szerintem lehet. Igen. Hát Brody-ra gondoltam, de... Mikor születtél? Én 91-es vagyok. Jézus Mária! Hihetetlen. Döbbenet. Nem. Akkor voltam alapkiképzésen. Nagy tarcsán. Ez biztos nagyon jó lehetett. Akkor Omega, vagy nem tudom. Na jó, megmutatjuk, hallgass meg, figyelj, ez lett volna. Amíg a munka, becsület dolga, mint tisztességgel. Gyűlölöm. Én is. De jó fejeskedő, ilyen baromság. Általában szoktam tudni, de ez most igen. Figyeljetek, most mi van a Brody-val? Hát mert a Brody benne volt az zenekarban, gyerekek. Kérdezem, hát. Ugye, ezért kérdezem én is, hogy a Brody-t mondott. Na most ugye fonográfra gondoltunk nyilván, de Brody egyébként ugye benne volt. Ugye? Akár csak a Szörényi Brody, tehát ők benne voltak a fonográfban. De ez fonográf. Nem fonográf? De lögdíti a sört? Ez nem illés. Illést játszotta először, gyerekek. Ez az illése. Hát, nem tudom. Lögdíti a sört, az klasszikus illés nekem... egyébként, egy meg fonográf fot ír a gép, de hogy a lögdíti a sört... Nekem ez fonográf kazettán volt meg. Igen, de fonográf? Aha. Csak az illés, de már ez illés lemezen is rajta. Igen, az illés játszotta. Fonográf kazettán volt meg. Lehet, hogy félre nyomták ott. Nekem a Muszi Dobai gitáriskolában volt. Egyébként a lögdíti a sört fonográf tényleg. Akkor elfogadjuk a Brodyt? Gyerekek, mi múlik ezen? Hát nem, valami jót mondott, valami tudott. Itt vagy, Pista? Igen, itt vagyok. Szörnyonyi, Véd meg magad! A fejed fölött itt ezt megbeszéljük. Érvejél, hogy szerinted miért jár neked ez a bögre. Halljuk. Na. Miért kell megkaptad ezt a bögrét? Azért, mert Bali a legnagyobb magyar média személyiség. Nem, jaj, nem, nem, fúj, ez nem jó anyalós. A mi voksaikat most veszítetted el csak. Na jó, mondd csak tovább. Én is azt gondoltam, hogy tök jól lenne, ha lenne egy bögré, de így... Mondd csak tovább. Aha. Na, de neked miért jár a bögre? Mert abban, amit mondtál, az előbb tökéletes igazad van. De hogy miért jár a bögre neked? Miért kell megkapnod? Tessék. Hát tulajdonképpen nem jár jobban, mint másnak. Csak azért szeretném nagyon, mert 2011 óta hallgatom a műsort, és nagyon szeretem, és mindig is örültem volna egy relikviának születek. De aranyos vagy. Pista, legyen a tiéd a bögre, megérdemled, mert ez egy jó védőbeszéd volt. Jó? Ha már ilyen suliba jársz, akkor abszolút megérdemled. Érted, van elég bajom. Megérdemled ezt a bögrét. Jó, a Brodyt elfogadjuk, tényleg bemondtad, ha valaki előadott számcímet, hogy valami minimális vonatkozást mond a számhoz kapcsolódva, akkor azért azt el szoktuk fogadni, úgyhogy megvan a bögre. Jó, megvan az egész ajándékcsomag. Köszönöm szépen. No, nagyon-nagyon szívesen. Na, hát a jobb kedved lesz egy kicsit. Pista, köszi a játékot. Sziasztok. Ciao. Hello. Gyerekek, hát rendesek vagyunk. De akkor most tudod, mi van, hogy most legközelebb, hogyha bárki bemond a zenekar tagjai közül egyet. Egy embert, akkor el kell fogadjuk. Nekünk azt sokkal nehezebb, kell egyébként sokkal nehezebb nevet mondani, mint magát a zenekart. Tehát most csak a Kizből még két nevet kéne mondanom az énekesen kívül, egyébként valami nagy bajba lennék. Tehát ha már nevet megnevez, tessék, jó az. Ki, hogy, ugye? Igen, de újítani kéne ezen az Óven bácsi már, mint effektügyileg, nem? Tehát fonográf, Jézus Atya Úristen. Jézus Atya Úristen. Most legközelebb mi lesz? Johann Sebastian Bach. Egyébként lehet, hogy klasszikus. Richard Schliderman.
Richard Klederman, igen. Na, 2 perc, a pontosan 8 óra. Gáborunk egy kicsit késik, úgy néz ki. Arra szól a dugóban Mr. Puliszka. Nyilván nagyon dühös, nagyon mérgelődik, csapkodja a kormányt, rázza az öklét, mutogat. Aha, anyázik kőkeményen. És néha kiszáll verekedni. Üti a szélvédőt. Ököllel. Igen, és mindenki ezt hozzávág 10 gram bulgurt. Nem? Az biztos, igen, az biztos van a kocsijában. Igen, savanyodjon rád a tofu! Igen. Szóval, ha Gábor ide ér, akkor vele folytatjuk. 1 perc múlva 8 óra, jövünk Ákos hírei után. Jó reggel! Jó, 8 óra múlt 13 perccel. Micsoda, élő talpákek. Morricson live a közönség. Betasolt, oké, elég. Trafi az M3-ason, Budapest-Féle az 5-ös kilométernél a Molkútnál. Trafi van a Gubacsi úton is. Ezt a Margi küldte nekünk. Valaki csodálatos ötletére a Simonyi Zsigmond utcában sávszűkítőt raktak a Köki irányában. A dugó háromszoros Gregor küldte nekünk. Aztán Gábor, ha mérges, akkor nem káromkodik, hanem E2-t mond. Például az E951 rágja szét a beledet, az E330 húzza össze a lukadat. Ezt kaptuk SMS-ben. Ez az állatpulicka leszorította a buszomat, úgy sielt, ráadásul valamit be is mutatott, miközben kavicsokkal dobált. Buszos Szatyi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Az M0-ása jó, a bulis csak sok a köcsög. Szimpatikus esemesek jönnek ma. Sokan a legalapabb kresszabályt sem ismerik, ami a jobbra tarts. Nem véletlenül van annyi dugó. Egyébként az M3-astól az M6-osig minden oké, és az út jól járható. Ezt Baláska küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, megjöttél, ha nem, láttél, éreztem, hogy ez nem volt egyszerű. Megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Mr. Puliszka! Jó reggelt! Jó reggelt! Gábor, hello! Szia! Gábor. Köszönöm szépen, hogy megvártatok. Figyelj, 10-ig tudod ráérni. Van időnk. Izgalmas volt az út, igen. Igen? De mi, későn ébredtél, vagy elhúzódott a reggeli készítés? Mi történt? Nem. Sokáig törköltet a magvakat. Korán keltem, de amint látjátok, hoztam nektek egy kis kóstolót, én is ezt reggeliztem most. Feri múltkor mondta, hogy jó volna valami kis füstöltet. Hát, vagy sósat, igen, mert mindig édeset mondasz, igen, és igen. Én meg nem bírom az édeset. Úgyhogy ezt nem a reggel készítettem, de ma reggel hoztam végleges formájára. Igen, egy hetet csináltam, most találtam meg a hűtőben. Igen. Nem, ezt este készítettem. Ennek össze kell érnie a hűtőben. Ez a következőkből készült. Jó kis erdélyi gombás zakúszkát vettem, de ez még nem minden, ugye, mert ez az alap. És ehhez jó kis paprika, tehát sült paprikából készült ilyen krémet készítettem. Egy kis ilyen piros paprika krém van benne. Füstött gabonakolbász, ahogy Feri kértem. Úgyhogy ez most én sós... nem kértem a füstött gabonakolbászt. Nem, Gábor, te biztos, hogy rosszul emlékszel. Hát a füstölt ízre gondolok, ja, igen. Jó. Igen. Légy szíves, kóstoljátok meg, egy kis tornával szívesen tárolnám itt nektek. És na, azt gondolom, hogy így ide vele. Akkor te teszteljük gyorsan. Jó, eleget diszkóztatnak. Jó, ez most nagyon feldiszkóztatnak, hogy jöhet. Fantasztikus lesz. Rohadt éhes vagyok, mert az avon be van keverőd, akkor lehet, hogy ezt most megint... Igen, az ilyenkor B-vitamin, egy kis sörélesztő pejhet tehettem volna bele, de most ebből most kimaradt. Éppen akartam mondani, hogy... A B-vitaminok miatt. A tormát szeretitek egyébként? Tehát hát abban a mennyiségben, hát ahogy most, te rátetted, ott Bali igen, be fog könnyezni. Most raktál rá egy fél kilót most már igen. Kicsit erősebb lesz most ez, de nem baj. Aha. Ja, akkor és akkor ezt meg, és milyen felé indulhatunk? Hánykor kellsz egyébként, Gábor? Mikor ébredsz? Mikor ijadsz meg? Kakassal? Igen? Igen, mert muszáj még egy kicsit futni, gondolkodni, e-mailezni. Szoktam egy ilyen rengeli töprengést tartani, kis gondolkodás, átgondolás, és utána indul a nap. Tehát, hogy olyan az alsógatyád, vagy ez egy ilyen meditáció? Egy ilyen meditáció jelenleg. Vagy nem mindegy, hogy az ember mind töpreng, vagy mind budi papír, ugye? Tehát, hát olvasok Bibliát, áhítatot tartok, van egy 10-15 perc, szerintem ez muszáj. Muszáj, mert a nap hosszú, stresszes, és kell, hogy az ember úgy induljon, hogy ne kapkodjon. Elgondolkodik, hát ez szokás nálunk a családban, gyerekekkel, családdal. És utána indulunk, úgyhogy így megelőzhető az autózás közbeni stressz is.
Tehát nem nagyon kiabáltam, nem ráztam az ötlövet. Semmi? Picit elszomorodtam, amikor láttam azért az M5-ös végén azt a sort. Nem akartam elhinni, hogy ez a népligetig áll, és valóban, igen. A kocsiban van valami nasolni való ilyenkor? Tehát valami kicsit nem, csak vizet, csak folyatékot fogyasztok. Igen, semmi hát ilyen. Mert otthon már reggeliztem. Telezabáltam magát a reggel. Igen. Majd meghallgatjuk, mi volt a reggeli. Na, mivel készültél nekünk ma reggelre, Gábor? Mit hoztál? Nagyon sokan kérdezik, hogy az odáig rendben, hogy foglalkozunk ilyen speciális témákkal, korábban ugye savasodás, lúgosítás, aztán ilyen különböző hírekkel, de az emberek szeretnének egészségesen élni és táplálkozni, vagyis az alapszabályokat kérték, hogy nagyon sokan legalábbis írták, hívtak is telefonon, hogy miért nem beszélek többet az alap eszmékről. Tehát először is hányszor együnk egy nap, milyen időközönként együnk, ihatunk evés közben, mit reggelizzünk, ugye erről sokat beszélünk, de mikor és mit vacsorázzunk. Tehát ezek az alapkérdések, én megvallom, hogy elkövetem azt a hibát, hogy azt gondolom, hogy hát ezt mindenki tudja. És ezért szinte nem is foglalkozom ezzel, de eljött az idő, hogy erről egy picit beszéljünk. Érdekes egyébként ez a folyadékfogyasztás kérdés is, és az, hogy hányszor együnk, hiszen tudjátok, hogy ma már a szakemberek azt mondják, hogy sokszor együnk keveset. És nem tudom, hogy ti hányszor esztek, de itt arra kell figyelni, hogy nehogy ez nasolásba menjen át, tehát szinte egész nap. Ugye azt mondják, az amerikaiak szinte egész nap esznek, és ritkán látni az utcán olyan embert, akinek a hóna alatt nem volna valami olyan papírzacskó, amiben valami nasolnivaló, chips, egyebek vannak. És Magyarországon is egyre több, ugye szinte, hogyha elindulok innen, stúdióból 5 percen belül szerintem találok egy olyan helyet, ahol lehet valamit vásárolni. És sajnos a szakemberek adják a lovat az emberek alá, hogy akkor egyél, nem tudom, 5-ször, vagy 6-szor. Az nem jó sok, az 5? Hát nézzétek, a gyomoremésztésből indulok ki, a gyomornak legalább 3, de inkább 4-5 órára van szüksége ahhoz, hogy kiürüljön. Most alapszabály, hogy a gyomorban nem adunk ételt addig, amíg az előző nem távozott el, mert a gyomor nem folyamatos működés, hanem szakaszos működésű, vagyis ugye evés, emésztés, és akkor az eltűnik ugye a patkóbélbe, és utána eszek újra. De hogyha valaki nem várja meg ezt a legalább 4 órát, de kéne igazából 1 óra pihenő még a gyomornak, hogy föl tudjon készülni a következő sósav termelésre, mert azt ne felejtsük el, hogy bivaly erős sósabban a gyomorban, és hogyha ettünk, a sósav ugye az összekeveredik az étel, majd visszaszívódik a maradék. Lényegében eltűnik a következő adagot, egy szárazállás kéne a gyomornak, igen, amikor a gyomor pihen, fölkészül. De gyakorlatilag egész nap sav hatás alatt van a gyomor, hogyha valaki mondjuk 2 óránként vagy 3 óránként eszik. Aha, tehát akkor mondjuk 7-kor délben és este 5-6-kor, ez szerinted már ideális? Igen, kivéve, hogyha valakinek olyan betegsége van, hogy az orvos azt javasolja, nyilván ezt hozzá kell tennem, tehát epe, kivették az epéjét, és folyamatosan ugye az epe ilyenkor örül a bélbe, vagy cukorbeteg. De ma már azért külföldön is az a nézet van, hogy ritkítjuk az étkezést, csak azért találták ki ezt az egyél gyakrabban, és le fogsz fogyni típusú gondolkodást, mert ugye az ember hajlamos egyszerre sokat enni. És ezáltal el tudták azt érni, hogy a sokszor evés révén az emberek egyszerre keveset esznek, és való igaz, hogy a fogyókúrában a sokszor keveset elv némileg szerepet kapott, csak ma már ott tartunk, hogy az emberek szinte 2 óránként esznek. Tehát a sokszor kevesebb, az szerencsésebb, mint a kevesebbszer nagyon. Ha legalább eltelik 3,5 óra, vagy 4 óra, tehát ha valaki mondjuk korán reggel tud reggelizni, ez ritkaság egyébként mondjuk 6:30-7-kor, és aztán mondjuk eszik, nem tudom én, 11:30-12-kor, utána 3-kor és 7-kor, lehet, hogy ez így megoldás, de kicsit erőltetettnek érzem. Felnőtt egészséges ember számára a napi 3-szor étkezést javasolom, vagy 3,5-szer. Mi van, ha éhes vagyok közben? Gyümölcsöt, vagy zöldséget eszem. És milyen gyümölcsöt? És ha tényleg éhes vagyok? A lényeg az, hogy a 3 főétkezés között fehérjét, szénhidrátot, helyesebben ugye keményítő tartalmazó élelmiszert igazából ne vegyünk magunkhoz. Ha valaki megéhezik, akkor de a gyümölcs étkezés is azért érdekes, mert megreggelizem mondjuk 6:30-kor, és ha 9-kor, 9:30-kor bedobok egy almát, akkor az teljesen beerjeszti a reggelit. Ugye, mert az alma, az összekeveredik a friss alma a már majdnem megemésztett reggelivel, tehát ezek ezért furcsák, ha mondjuk valaki ebéd előtt egy órával elfogyaszt egy almát, az rendben van, mert akkor már ugye a reggeli nincs a gyomorban. Hogy ebédig kibír, de 11-kor egy alma? Bár a savat fog csinálni, tehát lehet, hogy pont éhes lesz. Na ezért kérdezem azt, hogy milyen gyümölcsöt javasolsz? Mert akkor ezek szerint az sem mindegy, hogy mondjuk mit fogyasztasz, és mikor.
Ebéd előtt egy órával már az almát, a körtét, a szilvát, ezeket javasolhatom nyilván idén jelleggel. Alapvetően a reggelibe építjük be, de ott a banán, ami kifejezetten laktató, azt a reggelibe be lehet ugye építeni. Én azt vallom, az egészséges táplálkozás arról ismerhető meg, hogy hosszú távon tehetségérzést okoz. Akkor is, amikor a gyomorban már. De nem pont a vércukorra mondják, hogy azért egyél többször keveset, meg a állandó szinten tartja a cukrodat, mint hogy hülyére zabálod magad egyszer, fölmegy a cukrod, beesik. Ha sokszor eszel kicsit, akkor ez ad egy állandó vércukor szintet, csak nem terheled szét a szervezetedet. Mert pont azt olvasom, hogy inkább naponta többször, ötször, hatszor kevesebbet. Most azt a finomított élelmiszerekből. A finomított élelmiszerekből azért mondják, mert. Tehát miért nem azt mondják, hogy egyél rendes reggelit, mondjuk egyél egy olyan rostban gazdag, amikről itt azért szoktam beszélni, csak nem mindig örültök neki, hogy ezek a zabos, hajdinás, köleses reggelik hihetetlenül beállítják a vércukorszintet, és szinte erőt kell venni magamon, hogy ebédeljek. Mert annyira nem vagyok éhes, csak folyadékot kíván a szervezet, teljesen beáll a vércukorszint, pedig valószínűleg a gyomromban már nincs ott az a köleskás, amit reggel megettem, de bivaj erős, és teljesen beállítja a vércukorszintet, nem vagyok éhes, és tudok teljesíteni egyszerűen, ez jó így. Abszolút. Én azt gondolom, hogy a fehér zsömlés szalámi sajtos szendvics után körülbelül 2 órával megint megéhezem. Pedig energiatartalmában nem sokkal kevesebb, mint mondjuk az, amit én reggelizek, csak az nagyon hamar ugye nassolási kényszert vált, kileesik a vércukorszint egy ilyen fehér kiflis, fehér zsömlés mágia rakásos valami után. És az dobja meg a cukrot, és azután esik be a cukor, és esik, akkor leszel újra éhezem. És akkor erre azt mondja a szakma, hogy hát ne azt csináld, hogy megeszel egyszerre 3 fehér zsömlét, hanem inkább egyél 2-3 óránként egyet. És akkor ehhez képest ugye nincs ez az inzulin sok, kisebb lesz a hízás esélye, stb. Tehát ezt én értem, ezt az elvet, csak nem értem teljesen meg, nem tudom elfogadni, hogy miért nem megyük azt kimondani, hogy egyél igazi graham kenyeret, vagy rost cipót, abból egyél 2 szeletet, kend meg olyan krémmel. És hát Feri is szokott azért olyan recepteket föltenni, úgy tudom az internetre, hogy amik olyan igazán házi jellegű háziak, és akár hogyha hús is van benne, de azok igazán laktatók, és nem vagy éhes utána mondjuk 2-3 órával. Pástétomok, egy jó padlizsánkrém, egy jó házi diókrém, azért igazán laktató. Én nincs is gyomorrontásod? Soha nem is volt, hogy elcsaptad a gyomrod, és feküdtél otthon, és bilagitért sóhajtoztál? Nem, mert ami már olyan, hogy elcsapná, azt már behozta nekünk, tudod? Igen. Nem, csak kérdezni, egyszer ott feküdtél az ágyon szombat délután, és azt mondod, ezt már el kellett volna. Basszus, ha megtudom, már nincs ilyen, mert azért a hétvégén ez sok emberre megtörténik, hogy fekszik, és délután kettő üvölt az asszonynak, hogy hozzon valamit, nem? Mert azt a francia krémes már nem kellett volna nyomni. Soha nincs ilyen, hogy egyszer-egyszer túl leszed magad? Múltkor megkívántam nagyon a csicsóka krémet. Nagyon most komolyan ne hűjj. Az kicsit meghajtott, ezt komolyan mondom. De tényleg? Nagyon most ne bozkodjunk el. Az meghajtott. Most beszéljünk komolyan. Meg a csicsóka krémmel kicsit túlhajtott. Igen, mert az inulin az meghajt, és időnként kicsit sokat vagyok képes belőle enni. Nagyon megkívántam. 2 mokkás kanál, 3-mal bűnözöl. Tehát, és akkor kiült a bal válladra egy kis ördög, és azt súgta füled, hogy egyél még csicsóka krémet, Van egy kis varázsa annak. Egyébként visszatérve a kérdésre, ha visszaemlékezem az elmúlt évekre, igazán nem volt ilyen. Talán, hogyha vendégségbe olyan ételeket ennék, mert ugye az a nehéz, amikor meghívnak egy mennyegzőre, és... Mennyegzőre szeretlek! Azt mondják... Főfényre! Ne szégyeld magad, Gabikám, egyél, és olyan a salátából csipegetett. Olyan egészségtelen szület, ahogy félőkröt eléd, igen, az mondjuk, hogy nehéz azért neked csipegetni, igen. Igen. Tehát, hogyha ott igazán ennék ott mindenből, ilyen teljes ételeket, akkor lehet, hogy ez meghajtani, mert annyira nem szokta meg a szervezetem, hogy biztos, hogy rosszul lennék tőle. De egyébként a kiválasztásod rendben van, úgy értem, pörög a vízóra rendesen? Van nagyon jó vízóra, olvasom. Igen. Ha esetleg kellene. Figyelj, mi van a rágózással? Kérdezi, és ez egy jó kérdés, hogy például aki kaja után bedob egy rágót, segít az emésztésben, vagy folyamatosan termeli a gyomorsavat, mintegy az evés illúziójában ringatva a gyomrot, ezáltal át is vágja a gyomrot, és túl sok gyomorsavat termel. Jó kérdés, mindenképpen savat termel. Miért nem tettük fel a kérdést? Ezért tette fel Balázs, mert jó kérdés. Ezért jövök rossz minden reggel, akkor mit tettük? Ez a dolgom, ezért vagyok itt, ezért csinálom. Persze, hogy jó kérdés. Egy a gondom a rágózással. Na, mi a gondom? Hogy amíg rágjuk azt a rágót, addig a szervezetünk azt evésnek észleli. És amíg a szervezetünk evésnek észlel valamit, addig a gyomor nem tud áttérni a saját programjára. Ugye a szervezetünk úgy működik, hogy 20-25 perc után, amikor a rágást abba hagyjuk, a gyomor észleli, és elkezd működni.
a rágózáskor a gyomor szerencsétlen nem tudja, hogy mi történik. Tehát valamit rágunk, de soha nem nyeljük le. Folyamatosan termelni a savat, mert várja, hogy valami történjen, nem történik semmi. Ideig, óráig ez elmegy, aztán elkezd emészteni, de a gyomor folyamatos készültségben van, mindaddig, amíg az ember rágózik. Ezért... Na de? Igen? Ja, semmi, csak így. Ja. De, semmi. Ja. Gondolkodj tovább nyugodtan, János. Semmi. De tényleg, tehát hogyha viszont evés után fogyasztod a rágot, tehát evés után rágozol, amikor van táplálék a gyomrodban, akkor viszont rásegít az emésztésre. Tehát amit te mondasz, az üres gyomornál, úgyhogy nem étkeztél előtte és rágozol, akkor veri át a gyomrot, és akkor ő indít be felesleges gyomorsav termelést. De hogyha evés után fogyasztod, akkor az jó. Így van, tehát a plusz sav a segíti a gyomor működést, bár nekem mindig kérdés az, hogy mennyi sav kell a gyomornak. A gyomor tudja, hogy mennyi savra van szükség ahhoz az élelmiszerhez, de ő túl fogja termelni a savat, ettől egy picit azért tartok. A másik pedig ugye az, amit mondtam is, hogy nincs meg a leállás, nincs meg a megállás, a nyálmirigyek is dolgoznak, a gyomor várakozik. Mi van mondjuk a frissen facsart gyümölcslevek, ugye sokan adnak a gyereknek télen. Reggel adják inkább éjgyomorra, reggeli után adja a szülő a gyerek kezébe, mielőtt elmegy a gyerek mondjuk óvodába, este facsarjunk a gyereknek mondjuk egy narancslevet, vagy nem is nagyon szereted, mert mondjuk túl sok gyomorsavat csinál, vagy... Evés előtt javasolnám 15 perccel a narancslevet, hogyha így nagyon szakmailag nézzük. Evés után, ugye az egész narancslevet be fogja szívni az élelmiszer, valamennyi savat azt csinál, de nem sósavat az a baj, hanem az egészen más, máshogy fog működni, és az emésztés is zavart szenved, hiszen narancslében úszik az egész rendszer. Egyébként a nagyon fontos, hogy az emberi gyomor az nem úgy működik, hogy mindent betáplálok, és akkor majd valahogy eldolgozgat vele. Meg a sav mindent majd szétmar, megemészt és kész. Mert sokan úgy gondolják, mint egy ilyen vegyes tüzelésű rendszer, hogy majd mindent szépen szét savazunk benne, és akkor az rendben lesz. Nálam működik. Hát, férfiak, jó, de egy biciklit is megeszel, megsérzed. Hát de akkor működik. Fogsz egy kereket, megeszed, érted, a bicikli küllőt, a te savad, az elemészti egy óra alatt. Aztán kiköpi a szelepsapkát, és kész. És még egyet adjatok. Egy Martin kemence. Nagyon ilyesmi, három mountain bike-ot megeszel reggelire. Találkoztam olyan férfiakkal, akik ezt mondták, 48 éves korukig, 50 éves korukig, aztán jön a férfi változókor, ami nem úgy működik, ugye, mint a nőknél, hanem emésztőrendszeri vérnyomás, egyéb. Amikor vonzolni kezdve ezt a miniszoknyát. Én meg sok olyannal találkoztam, képzeld el, aki ez nem jött el, és 70 évesen is ugyanúgy megcsinálta. Most egy-egy az hogy megevett egy biciklit, vagy hogy nem, mondj, kettőt, akkor már kettőt. Tehát megeszi a csípős füstölt csülköt, meg egyebeket? Hát igen, például. Na jó, de nem mindegy, hogy mozogsz-e, vagy nem, gondolom, sportolsz-e, vagy nem, tehát van egy csomó minden plusz feltétel. Na szóval ott tartott el, hogy a gyomor nem kazán, vegyes tüzelésű. Igen, ezért a gyümölcsöket általában evés előtt, vagy reggelihez, gabonai telekhez társítjuk, van, aki ehhez sem társítja, hanem egyszerűen étkezés előtt egy órával fogyasztja el. Az jó. Ezáltal a gyümölcs borzasztó hamar hasznosul, fölszívódik, hiszen tudjuk, hogy a gyümölcsnek gyors a fölszívódása, és hogyha az étellel összekeverjük, akkor akár órákat is töltet a gyomorba, és egy ilyen erjedést indít el. Jó, Vacsi, mikor mondod? 6-kor, 7-kor? 6 óra, de úgy, hogy 7 óráig be kéne zárni a vacsorát, és igazából a konyha felé sem kéne mennünk 7 óra után. Ez egy fontos dolog, mert van, aki még éjszaka is eszik, de van, aki este 8-9-10 órakor. Az a baj, hogy ezek az este elfogyasztott ételek egyrészt nem könnyen emészthetők legtöbbször, másrészt minimum éjfélig, hajnali egyik a gyomorban vannak, már pedig ez azt jelenti, hogy az első mély alvási fázisunkat. Hát ezt mindenki ismeri, hogyha 8-9-kor betérdelsz a hűtő elé, és anyuci körömpörköltjéből bevágsz egy olyan 40-50 grammot, akkor viszonylag álmatlanul hánykolódik a legtöbb ember, kivéve Feri, aki ez drogos alvás. Lehet, hogy az van egyébként. A hűtő előtt érdelve borul rá a feje, miután megett, és alszik reggel 9-ig minden alszik. Így van, és beleborul, tudod, a csülökbe. Igen. Beleborul. Bocsánat, ez nem a mély alvás. Evés utáni álmosság, akár este is. Ezt úgy nevezik, hogy drogos vagy narkós alvás idézőjelben, ami azt jelenti, hogy az agyból kimegy a vér a gyomorba, ezáltal elálmosodunk este meg 100%, hogy még erősebben. De nincs mély alvási fázis. Hiába mondjuk, hogy én jól alszom, egy nagy vacsora után nincs mély alvási fázis, tehát másnap dekoncentráltan kelünk. Jó, ivás. Én olvastam egyszer egy nagyon érdekes cikket arról, hogy a japánok egyébként azért élnek 80 évig, vagy 90 évig, amellett, hogy baromi jó lesznek, hogy például ők soha nem isznak hideget az italhoz, mert hogy a hideg ital az megköti a zsírsejteket a szövetekhez, zsírosod, plakkok képződnek, stb. Ők viszont meleget isznak ugye folyamatosan, ami oldja a zsír, és hogy az ő kiváló szív- és érrendszerüknek azért ennyire hatásos a működése, mert hogy a meleg ital is segít oldani, ha esetleg zsírosat isznak, míg a magyar ember
megeszik valami finom ebédet, és bevág rá 2-3 deci hideg italt. Most mindegy, hogy mit. És a hideg az ugyanúgy sokkal még a rizsbort is melegítik egyébként. Ezt akartam mondani, ugye, hogy milyen okosak, hogy a szakét is melegen iszik. Hogy melegen isznak mindent, és mennyire segít az oldani ebben. Lehet valami, hogy a zsírt akár a forró egy kicsit elmondja. Most ott le volt írva, hogy hova épülnek be a zsírsejtek, hova nem épülnek, mert nyilván szakmailag nem tudom, de nagyon érdekes volt, hogy meleget isznak, nem hideget. Olvastam ezt a hírt, de egyszerűen szakmailag nem tudom alátámasztani, mivel a szervezet mindent fölmelegít, muszáj neki. Tehát addig nem jut át semmi a keringésbe, amíg az nem éri el ezt a belső közel 37 fokos testhőmérsékletet. Ha jó, hát megpróbáltam enni, én is olvastam a hülyeséget. Jó, hát most bedobtam egyet. Na, hát nem, lehet, hogy az van, hogy ezt a folyamatot... Picit fáj, de hát nem is vagyunk. Ezt a folyamatot nem kell megcsinálnia, érted? A meleg itallal. Tehát nem veszel energiát. Na ez az, ezt akartam mondani, Feri megelőzött, ez nagyon jó, tehát amikor meleget iszom, akkor ezzel majdnem egy órát nyerek az emésztés szempontjából, mert elképesztő erőket mozgósít a szervezet, nem is gondolnánk egy hideg ital fölmelegítésére. Hát sokkal, azt viszont tényleg sokkolja a szervezetet, igen. Tehát hogy így gyomorra éhesen, kaja után, amikor iszol 2 deci hideget, az átég szétveri. Egy jégkrém, egy fagylalt is annyira visszahűti az elfogyasztott élelmiszert, amit szerencsétlen végre ugye fölmelegített egy kicsit, hogy megrágtuk, lenyeltük, és visszahűtjük egy egy ezért fagylalta. Tiszta szívből ajánlod a 36 fokos fagylaltot. Gyerekek, az arabok is teát isznak, és nem véletlenül, mert ugye a hideget elkezdi fölmelegíteni a tested, állítólag ez igaz. Ugye, hogyha te hideget iszol nyáron, azért van még jobban meleged, mert a szervezetet közben hőt kezd termelni, hogy semlegesítse a hideg italt. Na mindegy, ez egy másik. Szabad ennél is visszább mennem. A folyadékfogyasztással eleve problémám van az evés közben, mert nem való. Folyadékot nem fogyasztunk evés közben, ugyanis a gyomortartalom. Aha. Ezt ne, fogja beszívni. Nem való fizikai értelemben, tehát nem... Igen. Aha, tehát ne ja, igen, nem, azt hittük, hogy ez nem illendő. És az asztalsorosan állják fel addig, amíg a többiek nem végeztek. Nem, bocsánat. Ja, úgy értettem, hogy az igaz szakmaiddal. Kézmosás nélkül nem ülünk az asztalhoz. Étkezés előtt maximum 30 perccel fogyasztjuk el az utolsó korty vizet is, és utána az étkezésig a szervezet ezt a vizet fölszívja. Jó, de ezt így nem számolja ki senki, Gábor, tehát hogy nincs, hogy most 9 óra 5-kor én enni fogok, és akkor most gyorsan bedobok egy pohár vizet. Micsoda, hát a Gábor nem vizet, stopperra leméri, fél óra a lakai, az, hogy már nem iszik. Ha nagyjából érzed, hogy enni fogsz nem sokára, akkor már nem fogyasztasz. Mikor igyak? Azon túl, hogyha szomjas vagyok. Evés előtt 30 perccel, evés után egy órával. Így nem lehet élni, hát inkább bevonulok a Markó utcába komolyan, vagy bárhová. Ez nem élet, ez egy hogy egy stopper órával a fejemen járjak, hogy most annak azért egyéb következménye is lesz. Balázs, nézzem a csapot, hogy rohadt szomjas vagyok, de még csak 26 percet tartok. Hát ez így nem lehet élni, okay. Gábor. Tudom, hogy ez idegesítőnek tűnik, de most képzeld bele magad a gyomrod helyzetébe. Na. Arról van szó, hogy a gyomor szilárd ételt szeretne emészteni. És ehhez szeretné hozzákeverni a napi 1 liter összesen, 1 liter sósavat és a pepszint. A gyomor ezért létezik, ezért él, és hogyha itt zavart szenved a szervezet, akkor az összes többi, a több mint 6-7 méter hosszú bérrendszerbe is már baj lesz. Tehát akkor kaja után egy fél órával. Ha evés közben iszom, akkor a nyálmirigyek egészen más nyálat termelnek, nincs sem mucinózus nyál, ami azt jelenti, hogy nincs gyomorvédő nyál, mint egy pirítós nyál. Én most megpirítottam a kenyeret nektek. De mi a helyzet akkor a levesse? Hát ugyanúgy értékelő, hogy a gyomor tudja, hogy ez most anyártyúk levese, ez viszont víz. Tehát, hogy különbséget tesz a leves és a... Tartalmas leves, amiben nem sok a lé, hanem a tartalom, a zöldségek, a krumpli, egyebek. És a hús. A régiek azért olyan babujást, olyan palóclevest készítettek, úgy emlékezem, hogy ahhoz ettek egy néhány szelet kenyeret, és attól jól laktak. Olyan levesben én nem hiszek, ami ilyen vizes, tehát szinte csak víz van benne, meg és tészta, néhány szem zöldség. Ilyet nem fogyasztunk, mert ez megzavarja az emésztést, a leves. Na most akkor, de pont a húsleves gyógyító hatásáról olvastam meg a múltkor egy cikket. Az is hülyeség volt. Leírták, hogy milyen jó vírusölő hatása van, hogy mennyire fontos, hogy a melegleves, a húsleves, hogy még azt is mondták, hogy antibakteriális. Hát a húsleves táptalajnak használja a szakma különböző baktériumok gombák szaporítására, hát a húsleves egy fantasztikus táptalaj, tehát ez semmiképpen nem fertőtlenít. Táptalajnak nevezted? Táptalajnak nevezted, de a húslevest? Egy jó új házit. Jó, most azon gondolkozom, miről nem beszéltünk még, tehát ivás megvolt, reggeli kávé például, na, az még egy érdekes dolog, tehát sokan kávéznak, én is minden nap beverek egyet, többet nem. A kávéról is olvassa az ember, hogy jó, nem, jó, most éppen azt olvastam, hogyha tovább, minden nap megiszol egy kávét, még tovább is élsz, mert hogy annyira jó hatása van a szervezetre, az agysejtekre, stb. Mondjuk éjgyomorra én bejövök, beverek egy kávét, tönkre vágom magam? Ha éjgyomorra iszod, akkor igen, hosszú távon. Kösz.
mert a nyilván milyen erős a kávé, mennyi a koffein tartalma, stb. Ugye különböző típusú kávék vannak, de egy gyomorra nem jó az epírnek, nem jó a nyelőcsőnek, nem jó a gyomor kis görbületének, és a patkóbélnek sem. Hát igazából a kávé egy gyomorra, hát egy intenzív pörkölt anyag. Pörkölt anyag, tehát így egy gyomorra nem merném. A szakma azt mondja, hogy epe problémák, gyomor, hát fekély gyulladásokat okozhat hosszú távon, egyéb tényezőkkel együtt, mint a stressz, ecetes, mustáros ételek, stb. Most adtál. Rohadt meg. Életbe, komolyan mondom, ez a rovat kicsinál, de tényleg szeretem ezt a rovatot, de most már lelkiismeret furdalással kell, hogy megígyem a kávémat. Egy kis zabkása után viszont a zab bevonja a gyomrot. Az, hogy mindig megcsinálom, és ezt mindig elfelejtem. Most is ott van a zab, reggel 6-kor megcsináltam, most nem volt időm még kimenni. Ott van. Nem ott is értem, van. Hogy én azt mi javaslom. Az oka, hogy nem rohansz ki azért a zabkásáért. Hát most tettem egy kis kenyeret, ezzel most meg vagyok. Én mindig berakom Jani fiókjába, hogy ne tudja, mi az a büdös az asztalán, és akkor egy hét után megtalálja a rohadt. Szabolgatom magam, aztán soha nem találom a lényeg a az, hogy valami legyen a gyomorban, tehát a kávének közvetlenül érintkezzen a gyomor falla, mert akkor van a gond. Jó. Egy utolsó, mert aztán zárnunk kell, hogy ha már folyadékbevitel, akkor ugye hát itt is olvas az ember mindenféle dolgot. Tudom, hogy egyszer erről már fél évvel ezelőtt beszéltünk, de említsük meg még egyszer. 3 liter, 5 liter, 8 liter, 2 liter. Itt is annyi hülyeséget hall az ember, hogy te akkor mit tanácsolsz? Igaz ez a 4-5 liter, ami mondjuk nem ásványvíz, mert ugye ott milligram per literként megterheli a szervezetet. Mi az átlagos, vagy mi a jó mennyiség minden szerinted? 10 kg testtömeg után legalább 3 deciliter víz. Jézusom. 70 kilós embernél, 7x3, 21, tehát több mint 2 liter. Akkor Ferire kössünk egy lajtos kocsit. Hát persze, de húzom is magam után, és akkor nem az van benne, tudod? Feri, mit húzom magam után? Egy artézi kutat? Nekem telepítik a piros tűzcsapokat. Tehát mi a mennyiség? Egy 70 kilós ember mondjuk... 2,1 deci. Hát nyáron 3 liter, télen azt mondjuk, hogy 2,2. De akkor mikor, ha napközben nem ihatok, mert ugye? Mondom már is, jön ki. Reggel 2 pohár, fölkelés után 2 pohár víz, ez már is fél liter. Reggeli után egy órával egész ebédig óránként egy pohár, vagyis 9 órakor, 10 órakor és 11 órakor egy pohár víz. Neked csipog valami? Az neked szól az órád, vagy te érzed? Igen? A szervezet szól. Azt hittem szundiba vagy napközben, és akkor mindig megiszol egy pohár vizet. Nem, ez már 5 pohár. Délután 3 pohár megint ugye 2-től mondjuk 5-ig, és vacsora után, illetve várunk egy órát, lefekvés előtt még egy pohár. Ha megnézitek, ez 8-10 pohár víz. Reggel 2, este 1, napközben délelőtt 3, délután 3. És úgy csak, hogy van a kocsimban, neki mindig ásványvízük, beverek egy fél litert, az a megint bűnözöm, és pokorra kerül. Nem iszunk fél litert, csak... olyan, már ne haragudjál, hogy ezt mondod, olyan ostoba vagy. Az a baj, hogy alá kérdezett. Hát hülyét csinálok magamból ezekkel a kérdésekkel. Az a rohadt életben, komolyan. Nem olyan jó a vérnyomás. Most már tényleg csak égetsz minket. És például a sport után, tehát egy sport után megiszom másfél litert. Tehát játszom 2 órát, és azonnal beverek utána másfél litert. Háromszor fél litert ott lehet inni, de egyszerre másfelet nem tesz jót az agynak. Sztrókra hajlamos. Mondjuk azt nálam ne keres. És mikor ehetsz sport után? Először iszunk, az ivás után egy 15-20-25 percen már lehet enni. Illetve hát a sport után azért várunk egy 30 Nem lehet, percet. Mert azt mondtad, hogy fél órával előtte lehet csak inni. Hát 20 30... perc múlva már nem ehetek. Tehát iszunk, és az ivás után 30 perccel eszünk, akkor így fogalmazom. Hm. A gyerekek, én most leöntöm valami benzin, nem meggyújtom magam. Mindenképpen. Nem tudok élni. Pedig Gábor legnagyobb adta, követője adta vagyok, megoldás. És a rovat a legnagyobb, nem is tudom milyen, támogatója, sőt, hát együtt találtuk ezt ki Gáborral, de így tényleg ez nem lehet élni. Lehetetlen, tehát az, hogy ne így a kevés közben evés után rögtön, azt mondjuk, várja, nem. Várja ki időket, ezek szerintem megszokható. És a gyomor működésben... És a gyerek se tehát iszik egy kakaót a vacsorához, nem vagy iszik egy gyümölcslevet, tehát semmi. Húzzuk az időt nála is. Mire gyerek... bújocskázak vele a lakásban? Vagy azért 5 éves gyerek azt mondja, hogy szomjas, azért Bennikén még van fél órád, azért azt nehezen tolerálja. Jó, ott azért más a helyzet. Hol a látott húsípi a pacsenket? Aki keres, az nem hal szomjan irány. A gyermek gyomra azért jobban tolerálja a pépes ételeket, a felnőtt gyomra jobban szereti a szilárd ételeket. Nem véletlen, hogy szinte minden szakirodalmat, ha föllapoztok, a gyomor és epe bélvédő élelmiszer úgy kezdődik, hogy szikkasztott, pékáró, pirítós, nem úgy, hogy friss, keltészt a fánk, lángos. Tehát szikkasztják. Azért szikkasztják, hogy minél szilárdabb legyen, mert a gyomornak ez a jó. Ehhez képest, aki beteg, elfogyasztja a fokhagymás pirítóst, és már is ráissza a teját. Ez agyon vágta a pirítós hatását, aminek jó lett volna egy beteges esetében a pirítós gyomornak, de a teja agyon vágta, megszívta magát a pirítós tejával, és nincs igazán jó gyomor működés.
Na jó, hát szerintem ez most elég tartalmas volt. Sűrű volt. Igen. Kinek könnyű? Nem könnyű, de ezek fontos dolgok. Aztán nyilván ebből mindenki annyit tart be, amennyit tud, meg amennyit tudom, igaznak gondol. Én mindig azt mondom, hogy jó erről tudni, aztán az ember ezt vagy beépíti, vagy egy részét építi be, mindesetre már tudni, hogy mit okozunk a szervezetünknek, gyomrunknak, aztán kiki vérmérséklete szerint tudja ezt alkalmazni. Jó, akkor mondjátok vissza. Mikor? Kezdem. Yeah. Igen. Mit reggeliztél, Gábor? Ma ugyanezt tettem, amit ti. Oh. No, de valami turbócsiga csak volt még. De se frissen. Grapefruit levet fogyasztottam az evés előtt egy 35-40 perccel. Igazából nem volt különleges most a reggelim. És ezt a füstölt krémet fogyasztottam egy kis pórihagymával, lilahagymával és egy kis tormával. Hát most ilyen átlagos volt. És mikor iszol? Szól a stopper egészkor. Igazából én ilyenkor már iszom, az autóban is már. Na jó, oké, Gábor, jó volt szerintem tartalmasan. Hozhatok karobkrémet legközelebb nektek? Micsoda? Karobkrém nélkül sehol van, ne hülyeskedj. Mindent hozzá. Maradt még ebből a zakuszkiból valami? Igen, hoztam azt itt, hogy ő a szlovák filharmonikusoknál van. Jó, melyik nagyon-nagyon finom. 3-9 lesz pontosan, 2 perc múlva, ha valaki szeretne hármasugrást játszani, írjon nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz pontosan. Illetve már el is múlt 3 perc. Jó reggelt kívánunk mindenki. Ez a taps neked szól. Hello. Shy guys. Jó volt. Ez a taps neked szól, vagy mi volt? Ez a dal. Tényleg ez a dal neked szól, igen. Azt mondja, hogy Debrecenben az Árpád téren a közlekedési lámpa folyamatosan pirosat mutat, óriási a káosz. Árpád hídon és a Szentendrei úton nagyon nagy a torló, de szintén ezt Ramirez küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek szerint Gábor hűtőjében nincs is világítás, mert egy éjszaka nem használja, kérdezi valaki. Jó a kérdés. Gyerekek, jó kis sűrű rovat volt ez volt. Ez most, nem? Hogy vége a rovatnak? Nem lesz több? De, nem szabadultok. Azt hittem, úgy mondtad, hogy nem, jó kis sűrű rovat volt, búcsúzunk tőle, mondom, yes! Nem úszátok meg. Mindig se húzom magam. De érdekes dolgokat mond. Na. Nehéz összerakni úgy egy napot, hogy gyakorlatilag minden szempontnak megfeleljél, amit a Gábor így. Igen, én mindig azt mondom, hogy nem kell az egésznek, csak tedd össze a felét. Vagy csak hallja meg egy szülő, aki gyümölcslevet ad a gyereknek, hogy nem adja oda kaja után, hanem kaja előtt fél órában. Ha csak kicsipegetsz belőle egy-két dolgot, és nem kell az egészet magadévá tenni, de mondjuk nem a reggeli után nyomod a kezébe a gyereknek a narancslevet, hanem reggeli előtt fél órával, vacsora előtt fél órával, délután. De nem kell az egészet, csak részletekben mindenki, amit igaznak érez, vagy jónak gondol. Azzal szerintem már nyertünk, nem? Igen, de itt rengeteg ilyen finom hangolásra van szükség. Tehát, persze. Nem véletlenül kérdeztem például tőle azt, hogy milyen gyümölcsöt például, mert azt mondja, hogy a gyümölcsük gyors felszívódásuk, hát most a banán pont nem az. Igen. De a Gábor beteg nyilván, tehát ez teljesen egyértelmű. De legalább ne fordulj már. Előadásokra járunk, megyek vele most március a Debrecenbe, ketten beszélgetünk, mert egy csomó mindent csinálunk együtt, de hogy ő beteg. De ezt én mondom neki is. Van egy olyan betegség, nézzetek utána, az a neve, hogy ortorexia. Ortorexia. Az arról szól, hogy valaki túlzásba viszi az egészséget, és teljesen mániákus, kényszeres módon figyel mindenre, és fél mindentől. A Gábor valószínűleg szenved. De ezt mindig mondom neki is, azt mondja, hogy szinte nem. Igen, mert ugye a kényszerességnek a legnagyobb, hogy nem ismered be. Szerintem nem, Balázs, de most innom kell fél liter vizet, mert fél olyan enni. Mert csipogott a stopper. Tehát ez egy létező betegség ugyanaz, mint hogy valakinek nem tudom én mizantrópiája van, vagy nem mer kimenni. Tehát az ortorexia egy ugyanilyen létező betegség. Biztos, hogy az. Biztos, hogy abban szenved a túlzásba vitt egészséges életmód, amikor már kényszeresen figyeled, és mániákusak félsz mindentől, ami esetleg ne adj Isten egészséges. És elolvasod, megnézed, és félve iszol bele, és rettegsz. Hát így is lehet biztos. Sok sikert neki. Na játszunk, nem szeretjük, jókat mond a Gábor. Játszunk, itt van már is a játékosunk, hármasugrást játszunk. 3, 2, 1, go! Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok fiúk! Szia! Hello, Csaba. Csaba, honnan hívtál minket? Tirolban hallgatlak benneteket, és hát igazából hét vagy kedden volt ez a hölgy, aki nem akart elárulni, hogy mit dolgozik. Aztán ezen felbutulva gondoltam, küldök egy SMS-t és elmondom, hogy Tirolban dolgozom, mint Takács. Itt nézem a havas hegyeket, és dolgozom. De jó. Marha jól hangzik. Az jól hangzik. Igen. Takácsként dolgozol. Mióta vagy ki? Figyelj csak, december 14-én jöttem ki, és hát Júli is kérdezte,
Két év múlva megyek is haza, igazából úgy vannak itt a mama meg a papa, hogy március 15, sikakasz a létsz, megvan a pénz. És nyáron megjössz a Balatonra, gondolom, dolgozni. Hát nem hiszem, hogy megyek a Balatonra. Régen nyaranta a Bajonokhoz járt, a Jani talán ismerősen az is Sejer neve. Ja, nem értettem a... Sejen. Ja, Sejani. Így van. Sejenek, Kóman. Nyaranta oda jártam, már most telelek inkább, így nyaralom. De jó. Jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Nem tudom. Nem tudod. Jól van. Mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés passzartóért. Melyik film nyerte el idén a legjobb filmnek járó Oscar díjat? A Birdman. Így van. Profi vagy. Kettes kérdés, mi van a tiroli rétesben? Mehetünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés sapkáért, Csálért. Melyik égítés neve egy földterület méréséhez használt mértékegység is? Gondolnád. Még egyszer? Melyik égítés neve egy földterület méréséhez használt mértékegység is? Tehát van egy égítest, és van egy földterület méréséhez használt egység, a kettő egy és ugyanaz. A neve. A neve nyilván, nem persze. Értem szerint. Csak bonyolult a hangzik, de nem ez az. Tök... Bonyolult a hangzik, és... Az is. Így van, bonyolult a hang. De egyébként tényleg nem az, igaza van Janinak, nem bonyolult. Hát mértékegység és egy égítest és egy földterület méréséhez milyen mértékegységet használnám? Hát miért földkilométer? Nem. Hát égítest neve, körülöttük lévő égitesteket így gondol. Hát passzos. Hold! Egy hold! Hold. Az égítés lehet, hogy megzavart, mint hogy te lehet, hogy bolygókra... Már miért zavart volna meg? Hát az, hogy bolygóra vagy napra gondolt, nem, a hold nem jutott eszébe. Na mindegy, majd legközelebb megpróbálom megint a sapkas elhelyet. Úgyis most jön a tavasz. Így van, hát most gondolj arra. Nem kell Tirolba se. Jövő tavasszal. Meg a konyhán meleg van. Igen. Ja, így van. Jövő össze lesz, megnyered, és akkor lesz sapkas el. Jó? Köszi fiúk, hogy beszéltem. Mi is örültünk, jó munkát neked ott a messzi Tirolban. Ciao. Hello. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Szia. Gábor. Jó a kabit, Gábor. Nagyon jó. Menjük. Nagyon jól nézed ki. Köszönjük nagyon a reggel. Egyébként tényleg jó volt a krém. Jó volt. Tudod, hol lakom, ne felejts el küldeni két nagyobb üveget. Ciao. Szia. Gyerekek, jót csinált egyébként. Finom volt. Ügyes. 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 Beteg, de ügyes. Igen. De! Jókat csinál. Jó, ügyes szakács. Na, tegnap... Tegnap gyöngyszemre akadtunk, gyerekek. Ugye pontosabban egy internetes portál a Subba találta meg, foglalkoztunk vele. Hát, egy valódi gyöngyszem, azok kedvéért, akik esetleg nem hallották... De nem úgy, mint a Gábor. Nem. De ő mást tudja. Igen, megtanultuk tegnap egy... Mi volt ő? Egy dinamika szakértő. Társas dinamika szakértőtől a fonaljárást, és azt, hogy kell pasisan járni, ha te befizet az ő tanfolyamára, akkor ő megtanít járni. És... Na mindegy, szóval érdekes a dolog, nehéz elmondani, hogy kire akadtunk mi tegnap. Aki hallotta az adást, szerintem már várja a beszélgetést. Aki nem, azok kedvéért majd megmutatjuk még egyszer, vagy hát legalábbis ízelítőt ebből a kis hanganyagból. Mert hogy... Van egy Gábor nevezett társas dinamika szakértő, aki tanítja a férfiakat randizni, ismerkedni, járni, és arra, hogyha te megtanulod a fonaljárást, akkor te biztos, hogy be tudsz majd csajozni. Olyannyira, hogy ha babakocsi vagy kerekesszék jön előtted, akkor se térjél ki. Igen, majd ők sem kitörnek. Leküzdhetetlen akadály számodra. Majd ők kitörnek. Tegnap elképedve hallottuk, hogy emberek ilyen és ehhez hasonló tanfolyamokra befizetnek, és a Gábor is tart tanfolyamokat, mint társas dinamika szakértő. Egyébként ő még pár évvel ezelőtt telefonos átveréseket csinált, azóta kicsit képezte magát, és társas dinamika szakértő lett. És hát kinek van mindenre szüksége, hogy ezeket megtanulja? Jánosnak. Ja, igen, nekem. Hát tudod, te hát, mész a tanfolyamra. Mész a tanfolyamra, egyrészt, hogyha beállnak eléd a sorba, akkor egy társas dinamika szakértő elmondja majd, hogy mit kell csinálnod. Az újságosnál azért nekem vannak problémáim reggelenként, de hát meghallgatjuk a szakértőket, utána pedig már gyakorlatilag semmi gondom nem lesz. Úgy Gábor, ahogy jár gyerekek, az a tegnap is elmondtam, egy hét ortopédia azonnal, és dupla luttal betélt. De megnézzük majd, illetve meghallgatjuk pontosabban, hogy ő ezt hogy fejlesztette ki a fonaljárást, és mit ajánlana önbizalom hiányos férfiaknak, ha valakinek van kérdése, nyugodtan küldj el, mi megkérdezzük Gábor, tehát mégiscsak ő a társas dinamika szakértő, aki ezen túl már azt is elmondhatja, hogy a Morning Show-ban interjút adott gyerekek, és emberek százai mennek majd hozzá tanfolyamra. Nyilván erről mi mindenkit lebeszélünk, de ha gondoljátok, akkor hajrá!
Hát izgalmas volt a tegnap, mikor ráakadtunk, nem? Hát igen. Nem is tudom, hogy az izgalmas szó jó-e? Hát inkább megdöbbentő volt. Megdöbbentő volt, igen. Na, vele folytatjuk, megpróbáljuk fölhívni Ákos hírei után. 2 perc múlva, pontosan 9 óra. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 9 óra 12 perccel! Jó az a tap! Ugye, megtartjuk. Ugye, hogy van lendülete, így van, igen. Itt vagyunk, azt mondja, hogy mérnek az 53-as úton, Kunhalas belterületén, méghozzá egy zöld, lesötétített Opel Astrából, ezt Szekeres küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán mérek az M3-ason, az 51-es kilométernél Budapest felé üzeni Zoli, M31-esen az M0-as felé pénzbehajtás, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük, valamint a Szent Mihályi út Újpest felé elvérzett, aki tudja, mi történt, írja meg nekünk, kér bennünket egy hallgató, aki nem írt alá, valamint Keréktelekinél mérnek a rendéber őrei a 81-es úton Kisbér felé. Figyeljetek, Debrecenben az Árpád téren a közlekedési lámpa folyamatosan pirosat mutat, óriási a káosz. Laci küldte nekünk, és az utolsó, hogy az Árpád úton és a Szentendrei úton nagy a torlódás, Ramirez üzeni. Köszönjük szépen. Akkor mit várunk? Ki kért? Mit kért? Volt egy, hogy valamit írjanak meg nekünk. Figyelünk. Nem volt, hogy valaki tudja, akkor írja meg. Volt egy ilyen, meg akartam ismételni. Te kértél? De mindig magamat bajba sodrom az nem, ilyen. Nem kértünk, te kértél? Nem, kért valami? Szent Mihályi út, ugye, hogy valaki írja meg, így van, ott meg vagy. Ott, ha láttok valamit, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi történt. Na, mi a helyzet? Jól vagytok? Minden oké? Minden szuper. Alig várjuk ezt az órát, hogy tudjuk, merre bizony, van előre. Bizony, 20 perc múlva iszok, mert 50 perc múlva eszek. Kemény, igen. Nem baj, borzolja csak a kedélyeket, Gábor, az a jó. Nagyon sokan fölidegesítették magukat, látjuk az SMS falat, hogy így nem lehet élni meg. Hogy lehet így élni meg? Ez nem élet így. Persze, gyerekek, hát nem. Ez sokszor kötelező érvényű ez a dolog, hát ezt sokszor mondjuk. Nem, hát, meg sokszor azért sokan azért szólnak vissza, meg azért szólnak be, meg azért kritizálják a Gábort, mert magukra ismernek a rossz szokások tekintetében. És mivel egyelőre nincsen semmi problémájuk, vagy azt gondolják, hogy nem attól van a problémájuk, ezért azt gondolják, hogy az az életmód, amit élnek, az jó, az rendben van úgy. Csak azt nem érzem erős élvelésnek, amikor azt mondja, hogy mindenféleképpen majd 10 év múlva bajod lesz, mert ismerünk egy csomó olyan 70-80 éves, akinek még nem lett baja, tehát hogy ez azért nem áll erős alapokon, ez igen, a fajta érzrendszer, én ilyenkor szoktam egy tehát, kicsit hogy így. Kódolva vagy, amikor megszületsz, ezért kódolva vagy bizonyos dolgokra, tehát hogy genetikailag el van neked, megvan neked határozva az utad, hogy az optimális körülményeket figyelembe veszed, akkor meddig fogsz eljutni. Egyiknek sem ugyanannyi van megírva. Na jó, de azért az a tendencia, hogy Magyarországon a szív- és érrendszeri betegség, a kevés mozgás, a zsíros ételek, és azért abban 10-ből 8 ember belehal, akkor azért az mutat valamit. Oké, ez embernek van 3 ismerőse, aki éppen 80 évig él, és egész életében szalonnát zabál, de zsírosat eszel, nem mozogsz eleget, hülyére zabálod magad esténként, valószínűleg az esetek nagy többségében egyébként nem élsz 80 évig. Uh-huh. Hát azért ezek ugyanakkor tendenciák, nem? Hát azért nem véletlen vagyunk a szív- és érrendszeri betegségben elől, a különböző ilyen koszorúsér problémák, az elhízás, a túlsúly, a cukorbetegség, hát azért ezek csak jelentenek valamit. Persze vannak üdítő kivételek, hogy az én nagyanyám is 80 évig élt és szalonát evett. Persze van ilyen. De hát ki tudja, mennyit dolgozott mellette, mennyi zsírt égetett el, tehát azért az genetikailag mire volt kódolva? Mire volt kódolva, így van, még nyilván azért az fontos, hogy mozogsz, nem mozogsz, szóval ezek azért törvényszerűségek, nem? Jó, adom, ez így igaz, persze, csak kevéssé tudományos ez az alátámasztása néha a dolgoknak, de egy csomó mindenben természetesen igaza van. Na, tegnap találtunk az interneten egy fiatal embert, pontosabban a Subba találta meg, és aztán mi is foglalkoztunk vele, gyerekek, hát elképesztő, hogy emberek mire vettem, ennek tanfolyamot tart ő egyébként, és mindig azt mondom, hogy sosem az a baj, ha valaki ilyen tanfolyamot tart, 30-50 ezer forintért, ha valaki hisz neki és elmegy, szerintem ott van a nagyobb probléma. Ő ugye bemutatta tegnap interneten keresztül, mi belehallgatunk a fonaljárást, ami azóta már egyfajta fogalom lett a Morning Show hallgatók között, mert hogy megmutatja, hogy kell egy pasinak úgy menni, hogy csajozni tudjon, ne térjen ki semmi elől, és ha te megtanulod az ő fonaljárását, akkor te önbizalommal töltve tudsz majd csajozni, és minden nő zabálni fog téged. Bemutatja ez az ember, aki egyébként tanfolyamot is tart, és utána néztünk, a honlapján még rengeteg mindent csinál. A videó zseniális.
Az is, és ugyanezt haza is tudod vinni, tehát az még külön szép benne, hogy akár ilyen teljes tanfolyami anyagokat is hazavizel. Ez most már, tehát ez a hivatalos neve, hogy fonaljárás, vagy ezt mi találtuk rá ki? Nem, ezt ő mondta, hogy olyan, mintha egy fonalat húznának, ugye? Olyan, mint egy fonalat húznának. Aminek nagyon fontos két eleme még, ugye a pozícióból indítás, illetve az erőből járás. Így van, igen. Hát a Suba is jól fölhúzta magát a videó, mert hát csúnya jelzőkkel illetik ezt a fiatal embert, hogy nem is akarom mondani. Mutatja meg, hogy gyakorold a járást, hát kapott jelzőket. Kapott jelzőket a fiatalember. Maga a videó egyébként tényleg szórakoztató, csak egy picit hát, ha valaki nem hallotta tegnap. Azért, mert hogyha magabiztosnak érzed magad, akkor az kiül a testbeszédedre. És hogyha testbeszéded is egyenes, és magabiztos, akkor az visszahat az elmédre, és egyértelműen kezd beépülni az, hogy te magabiztos férfi vagy. Tehát ez oda visszahat, ahogy te állsz, ülsz egyenesen, illetve kihúzod magad, akár vigyázzálást produkálva és úgy elindulni, mindig jobb, mint hogyha így vigyázz állás produkálva és úgy elindulni. Ugye? Hát ez vigyázz állásban menni, nagyon szép. Igen, zseniális. Tömegen keresztül, vagy az utcán, akkor ne térj ki. És a kedvencünk? A másik térjen ki, ezt gyakorold, és inkább lassabban sétálj, mint hogy nagyon gyorsan. Ha csak nincs nagyon sürgős dolgod, akkor ne sétálj gyorsan. Tehát nagyon fontos, hogy ne térj ki. Ezt majd szemléltetni fogom, hogy ez miért fontos, illetve hogy lássátok az élő különbséget. Na szóval. Nem attól, hogy és a híres mondat, figyeltek. Ő már itt célorientált, tehát célom van, és nem tér ki bármi jön. Lehet tolókocsi, babakocsi, tehát mindegy mi. Adjál nekik, ne sétálgassanak az útvonalodba, ahogy te célra tartasz. Én így szerettem meg, szóval, hogy ennél kevésbé lehet, ennél kevésbé szimpatikusabb mondat nincs. Tehát menjél, Váci utcában mutatja meg egyébként a fiatalember ezt a férfi kommunikáció egyik jellegzetes módját, a járás, hogy hív föl magadra. Figyelj, ne tér ki, babakocsi. Így van. Lassan, de magabiztosan gázolj át a tolókocsikon és a babakocsikon, ha nem térnek ki az utadon. Igen, és utána pedig próbáld ki ezt a 4-es, 6-os vonalán, és ajánljanám neki, hogy a villamos elől is sem. Igen, de maguknak keresik a bajt, nem? Hát nem látják, hogy egy magabiztos férfi közeledik ott fonaljárással? A fonaljárás. Na, és utána néztünk, hogy ki ez a fiatal ember, és kiderült, hogy ő egyébként, hát... valószínűleg félkegyelműeknek, de hogy szervez egyébként tanfolyamokat. És én azt mondom, hogy igaza van. Tehát ha erre valaki vevő, akkor tessék ezt eladni a tanfolyam keretein belül. Tessék ezt értékén tenni. Ha erre benevez öt szűz pasi, aki szeretne megtanulni, ismerkedni, akkor abszolút igaza van. És van pénz visszafizetési garancia, ha valami sem tudnak? Azt nem tudom. Janit akartuk beiratni tegnap erre a tanfolyamra, igen. És már reggel kiderült, hogy valójában szükségem van rá. Sajnos, mert ugye konfliktus helyzeteket teremtek saját magam számára azzal, hogy konfliktus kerülő vagyok, igen. És ezért folyamatosan alárendelt helyzetbe kerülök. És nekem igenis szükségem lenne valamire, ami mondjuk egy picit engem ebből a holdpontból kimozdít. Igen, folyamatosan beállnak eléd a sorba, soha nem teszed szóvá. Hozzáteszem. Tehát hétfőn, kedden és pénteken nincsenek probléma, szerre és csütörtökön, amikor az emberek egy kicsit morcosabbak, meg tényleg így azt gondolom, hogy egy kicsit így messze van számukra még a hétvég, és nem tudnak ellazulni, akkor mindig azokon gázolnak át, akik kerülnek a konfliktusba. Mert látják, hogy össze vagy esve. Hogy nem ül ki a magabiztosságom a járáson. Igen, ugye Jani elmondta, hogy egy csomószor beállnak elé a sorba, bepofátlagodnak, soha nem teszed szóvá, mindig csak morogsz, nem mondod, nem szólítod meg, hogy ha te is a sorban állsz, elkerüld a konfliktust, hagyod, hogy hülyének nézzenek, és ezért eldöntöttem én már tegnap, hogy én befizetélek hozzá egy tanfolyamra. De előtte megkérdezzük, hogy mégis mit tud még a fonaljáráson kívül. Igen. Tegnap mondtuk, hogy mi őt előkerítjük. Úgyhogy felhívjuk Gábort, azt hiszem Gábornak hívják, és hogy mondjál ezt élőben a fonaljárásról egy kicsit, meg adjon tanácsot neked. Így van, alig várom azt a pillanatot, amikor tényleg, hogy félrelökhetem a tolókocsikat, a babakocsikat, és átkázolhatok mindenkin, hogy kifizethessem az újságot. Mi van akkor, ha két fonaljáró találkozik? Hop-hop. Tehát akkor ugye? Mi van? Aha. Tehát, ha jön szembe, és egy fonaljáró jön. Ős robbanás. Születek egy új univerzum. És én megtanultam Gábornál a tanfolyamon, hogy ne térjek ki, mert én fonaljáró. És jön velem szembe egy szintén Gábor tanítvány, egy másik fonaljáró.
Akkor szerintem... a két fonaljáró összeütközik, akkor mi történik? Hát a gyengébb fonaljáró, mert nem lehetnek pont ugyanazon. Tehát a fonaljáró szinten, ott érzik a feszkót, érzik, közelednek, és az utolsó pillanatban az egyik elrántja a kormány. Tehát valaki kitér, a gyengébb, a gyengébb. Aki korábban végezte a tanfolyamot, az ott marad. Így van, aki már járásban profi. Marad a profi, profi, és a gyengébb kezdő, a gyenge kezdő kitér. Nem, azt ér ki, aki csak a Silver Minire fizetett elő, aki a VIP Minire, az biztos, hogy nem fog kitérni. Na. Itt fenn vagyok a honlapon, látom, hogy mi a helyzet. Nagyon durva dolgok vannak. Egyébként mindjárt megkérdezzük azt az embert, aki tegnap ott elindította ezt a hullámot, úgyhogy egyébként ő erről nem is tud semmit. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, jó reggel. Gábor. Szevasz. Jó reggel a hallgatóknak és az uraknak. Nagyon, nagyon kedves, hogy köszönjük szépen. Hát te nem pesti vagy, ugye Gábor, jól tudom, hogy te valamelyik... Igen. Hát Nyíregyházi vagyok. Nyíregyházi. Előtleg... És közben hívnak, de nem zavartakom magam, igen. Ne, helyes. Hát, aki jó, hát most ne csinálom, hogy éppen nyilatkozom, éppen nagyjá válsz, ne hagyd, hogy mozavarjanak. Ennyire profi. Te tudtad, hogy tegnap ott a fenn vagy a subban is? Megnéztem, tehát kaptam rengeteg ismerőstől tájékoztatást, SMS-be, illetve e-mailbe, hogy, hogy hallgassam, meg csak nem értem rá egyébként tegnap, szívesen meghallgattam volna, utólag belehallgattam, egyébként letöltöttem a... Ja, hogy bennünket meghallgattam, mi is beszéltünk. Sok a meló? Sok. Igen. Igen. Na, beszélünk majd erről is. Figyelj, hangosan itt filozofálgatunk, mi van, ha két fonaljáró találkozik? És ez szembe megy egymással. Akkor kitér ki? Hát az, akinek erősebb a magabiztossága. Azt nem, nem azt ér ki. Az? Tehát ez a fonaljárás, most ez arra a céloztok, amikor mondtam a videóba, hogy a fonal az tulajdonképpen a fejed búbjából jön, és akkor hogy ez a fonal, ez kiemelkedik. Igen, ezt mi tegnap óta fonaljárásnak hívjuk, utána szabadon a... Ja, igen. Ugye a fonaljárás, de talán ezt a szót te is említed, igen. Jó, oké. Mi a kérdés? Van-e még kérdés? Hát a kérdés, mi csak most kezdtünk el beszélgetni, Gábor. Hát ne rohanjál, hát várjál. Hát itt érdeklődünk irántad. Mondja, Jani. Mert ugye a videóban elmondod, hogy annyira magabiztosnak kell lenni, hogy adott esetben még egy babakocsi elől se térjünk ki, vagy egy tolókocsi elől, hanem szépen menjünk tovább. És ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy oké, de mi van akkor, hogyha a két fonaljáró találkozik egymással, szembe jönnek, akkor ki az, aki kitér? Igen, a videóban rosszul vágtuk meg, ugyanis kimaradt az a rész, hogy a babakocsi, tolókocsi utána, ha bármi, rendőr, ugráló, kötél, le, menő, lány, vagy bárki jön veled szembe, traktor, az elő se tér ki, ugyanis gyakran a férfiakban irracionális félelmek vannak, és akkor ezek a félelmek... Az ugráló köteles kislányok? Mondjuk azoktól én is félek, Gábor, megmondom őszintén, az ugráló köteles kislányok, mindig összetoljon magam, hogy meg... Én néha sírok is. Ja, tehát ezek az irracionális félelmek, ezek előjönnek, hogy már pedig túl udvariasnak kell lenni, túl előzékenynek. Először azt tanulja meg a férfi, hogy magabiztos legyen, és akkor utána lehet udvarias, sőt kell is. Tehát természetesen nem arról van szó, hogy ne térjen ki senki. Hát igen, azért, ha jön az egyes... Sajnálom, csalódást okoztam. Dehogyis, nem, én csak azt mondom, hogy azért, ha jön az egyes villamos, talán tényleg érdemes kitérni. Megnézegettem a honlapodat, van egy csomó minden, ami engem baromira érdekel. Az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel. Ilyeneket találtam én. Ez mit jelent pontosan, hogy szemezünk egy csajjal a villamoson, és közben szemkontaktust tartunk, ha lehet most tőled egy ilyen gyors talpaló tanfolyamot venni, nem tudom, nyilván ez másoknak fizetős, de ha élhetünk ennyi előjoggal, hogy az 5 perces szemkontaktus tartás mély testlégzéssel, az mi a fenét jelent egy? Hát minden leendő ügyfelemtől meg szoktam kérdezni előzetesen, hogy mi a motivációja. Tehát ti gondolom sikeres, boldog férfiak vagytok, részben, majdnem. Híresek és tovább. És itt tovább, tehát hogy igazából azoknak van szüksége bármilyen képzésre, akik nem elégedettek. Tehát hogyha ti elégedettek vagytok, már pedig szerintem elégedettek vagytok a kapcsolatotokban, legalábbis ez a hír járja, lehet, hogy rosszul tudom. Forgatod a bestet, vagy miért mondod ezt? Járatod a Style magazin, vagy belénk látsz, lehet. Igen, na mondjad, hogy mi ez az 5 perces szemkontaktus? Bocsánat. Tehát, hogy nem ezzel indult, tehát, hogy hiába beszélünk bármilyen technikáról, vagy bármiről, hogy most mit kell, hogyan kell csinálni, hogyha nem tudom konkrétan, hogy mi a motivációja, mi az, amiért szeretne fejlődni, amiért jobbá válni, vagy szeretne
megvalósítani a céljait, akkor nehéz átadni bármilyen tudást. Figyelj, nekem két nagyon fontos dolog van, két fontos problémám van, miatt én évek óta örlődöm. Az egyik az az, hogy azt vettem észre például, hogy a nyári kitelepüléseinken csak azért akarják a lányok, hogy megroncsom őket, mert Sebestyén Balázsral dolgozok együtt. Tehát, hogy ez nem nekem szól. Nem tudja földolgozni ezt. Mert tényleg, tehát, hogy nem az én személyiségem vonzó számukra, hanem az, hogy a Balázsral dolgozok együtt, illetve, hogy első kézből tudok hozzájutni a Feri receptjeihez. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy állandó konfliktus helyzet számomra, hogy nem merek kiállni magamért például egy újságosnál. Vásárolok egy újságot, oda jön valaki, betolakodik elém, én pedig ezt csak így tátott szájjal nézek, egy áldozattípus vagyok. Aha, na ezzel már lehet segíteni, ez már motiváció lehet, igen. Mit csináljon olyan, például mindig beáll valaki a sorba, soha nem szól, hagyja, hogy hülyének nézik. Ezekre vannak speciális gyakorlatok, nagyon-nagyon egyszerű ezeket kijavítani, ezeket a társasági hibáknak nevezett dolgokat. Társasági hiba? Ez a neve, hogy társasági hiba? Ha, ezt még nem hallottam. Nevezzük annak most... Társasági hiba. Aha. Közben rengeteg telefonján, úgy látom, van hatalma itt a rádiónak. Tehát, hogy tulajdonképpen speciális gyakorlatokat csinálunk. Tehát van egy egyfajta menete ennek, hogy honnan indulunk. És ez a járás gyakorlattal indul? Vagy először jártok, gondolom? Nem? Hát a járás az még azt tulajdonképpen az egy tévesen kirakott videó, tehát igazából azt csak úgy megcsináltam. Nekem mi a végzettséged, legyen... Gábor, egyébként? Mit végeztél? Vagy mi a végzettséged? Az én végzettségem eredetileg számítógépes programozó, és utána lettem, tehát reklámügynökséget alapítottam Nyíregyházán, és utána pedig mellette elkezdtem trénerként. És mi a hivatalos verziója, amit te csinálsz? Ez micsoda? Ezt hogy hívják? Amit most perpillanat? Hát, az a beszélgetésnek, hogy... nem erre gondolok, hanem amit te vagy, tehát amit te csinálsz. Csak kérdezem, hogy mi van a névjegykártyádon, tehát minek apostrofálod magad, vagy mi a hivatalos? Hát férfi tréner, vagy társas dinamika specialista. Társas dinamika specialista. Aha. Igen. És kik mennek hozzád egyébként? Hát nagyon vegyes, de alapvetően három részre lehet bontani. Vannak a... Bolondok? A mérnök... számítógép programozók, jelentős részben ezek a kategóriák, tehát akik ugye a szociális életüktől egy kicsit visszahúzódtak, tehát akik a gép... Sokat ül a gép előtt, és nincs emberi kapcsolata. Nem tud csajozni, nem mer, nem akar, nem megy neki. Mi a másod? Igen. A másik kategória van az a sikeresebb réteg, akik már elértek eredményeket, vállalkozók, ügyvédek. Ez lesz majd a Jani, mert ébe írtam hozzá. Ugyanúgy mérnökök, és van egy pici hiba, vagy akár van párkapcsolatuk is, tehát minden negyedik, vagy minden harmadik hallgatónk, vagy tanulónk az egyébként párkapcsolatban van. És hogy szeretnék jobban irányítani, jobb a kapcsolatokat jobban motiválni, a saját életüket, és itt tovább, tehát ez nagyon-nagyon szembeöltő. Neked egyébként van csajod? Neked van csajod? Persze. Igen, régóta? Most nem régóta. Először? Igen, megtanultam saját hajomnak. Nem kérdezem, hát ugye azt szokták, hogy aki nem tudja, tanítja. Ezért kérdezem, hogy megy egyébként? Vagy te csajozol? A plénkarrierem onnan indul, hogyha lehet karriernek. Hát ez egy 13 évesen, ugye elolvastam dr. Veres Pálnak, szerintem lehet, hogy ti is ismeritek, ha nem személyesen, ezt a könyvét, és akkor rengeteg ilyen szexuális tanácsnak nevezett, de hát randi tanács, csajozási tanács is volt benne. Most az annyira sikeres volt, hogy tulajdonképpen 10 évig közöm nem volt a nőkhöz, tehát szó szerint még örültem, hogy már 13-hoz képest, aha, tehát aha. Még 10. Aha, mert még... Hát olyan 22 évesen volt az első csókom, tehát tulajdonképpen nagyon mély szintről indultam, és akkor így kutattam, hogy mit kellene, vagy mit lehetne csinálni, és akkor igazából az volt a cél, hogy legyek sikeres ember, ugye? És akkor először jó, akkor valósítsuk meg azt, hogy reklámcég. Megcsináltam reklámcéget, és akkor elkezdtem foglalkozni kommunikációval, utána mellett barátom, tehát ilyen nagy problémáim nem volt. Hát 22-23 évesen, aha. Viszont mindig is volt olyan probléma, hogy a vonzó nőkkel, a vonzóbb nőkkel való kapcsolat, felvétel, vagy tartás, vagy csajozás, ki hogy nevezni, az kimaradt az életemből, így aha. van. És azt elég későn kezdtem el,
És akkor elkezdtem belemélyedni ebbe a témába, még mélyebben, rengeteg tréningen, előadáson részt vettem. Találtam még valamit az oldaladon, ez engem ez érdekel. Mi az a domináns tonalitás? Ez micsoda? Tehát hogy ezt is meg lehet nála tanulni, hogy domináns tonalitás. Ez mit jelent? Vagy ez hát miért kell, hogy teljesen? A tonalitás az a tónus, tehát a hangszínre utal, a domináns az pedig az erőteljességre. De ez mit jelent? Vagy ez hogy kell elképzelni? Hát tulajdonképpen az, hogy valaki erőteljesen, magabiztosan, és ezúttal szeretetteljesen beszél. Tehát, hogyha valaki túl domináns, az agresszív, ugye az már na túl jó, erős. De én egy csaj vagyok. Tehát hogy néz ez ki élőben? Tehát állok én a diszkóba, vagy egy nő vagyok. Légy, te aki megmutatod a domináns tonalitást, odalépsz hozzám, hogy nem vagyok egy túl jó nő, mert azt mondtad, hogy az nem annyira. Mert jó nőhöz odalépni, egyébként Gábor, megértem, az nem egy könnyű feladat. Tehát baromi jó nőhöz oda menni, a jó nők mondják a legtöbbször, hogy baromi magányosak, mert a férfiak félnek tőlük. Tehát ez szerintem ez nem egy akkora baj. Domináns tonalitást te megtanulod, vagy te tanítod. Én ott állok nőként, és iszolgattok egy Virgin Mojitot, te odajössz hozzám, mit mondasz? Vagy ez mit jelent? Segíts nekünk. Tehát, hogy mivel megyek hogy oda? Nem, hogy szól, ha te megszólalsz a domináns tonalitás hangján? Hát ezt gyakorolni kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hát mi hangon igyekezni. Csak tényleg baromi kíváncsi, csak én nem tudom, hogy ez mi a fene se tudja, én nem hallottam, de hát van egy csomó technika, amit az ember Amerikában tudja, hogy ez mi csoda? Tehát ez mi az, hogy domináns? Igen? Oké, akkor megmutatom a különbséget. Nem tudom, hogy lehet közelíteni, hogy nem domináns tonalitásom, meg hogy lehet. Oké, ott vagyok. Én azt mondom neked, hello. Csak a csajos hangon van mondjuk, igen? Oké, a rossz verzió. Hello, meghívhatlak egy italra, talán. Ez a rossz. Aha, ez a rossz, és melyik a jó? Én erre azt mondom, hogy a rossz verzióra nem, igaza van Gábornak, erre azt mondjuk, hogy nem. Ez van italom és barátom is. Van italom, van barátom. Hogy néz ez ki, amikor domináns tonalitásból jössz? Az pedig úgy néz ki, hogy hello, szerinted éjjelék legszebben a fények, vagy nappal? Az, hogy a kérdésem már összezavart, tehát én nem tudom a domináns tonalitásra figyelni, mert lepisírtam a bokámat. Én most nő vagyok egy Virgin Mojito, és éjjelék meg az a fények. Na. Nem, most az van, hogy egyébként megleptél. Basszus meglept. És mi a válasz? Még azt, ha megtudhatjuk. Basszus kizökkentettél. Tehát éjjeléknek... Aha, tehát hogy nálatok a nyíregyházán nappal se kapcsolják le a közvilágítást. Hát szólunk a polgármesternek, hogy ez nem egy jó, nem egy jó élethelyzet. Pontosan, tehát olyan kérdést kell bevetni először is, ami vitatkozás ösztönöz. Tehát ami lehet így mosolyogni, vitatkozni, és a lányok nagyon szeretnek ebbe belemenni. Mondjuk sokkal jobb, mintha úgy indítottál volna, hogy szerinted popsiba megcsalás. Tehát én megértem egyébként. Hát jó, abszolút megértem, hogy ezzel az éjjelégnek a fények vagy nappal kérdéssel, Gábor, te kizökkented. A különbség lényege az igazából az, hogy magabiztosság, az, hogy erő legyen benne, és szeretet. Tehát, hogy ne úgy közelítsük meg, ne se félénken, se túl agresszíven. Ez a domináns tonalitás. Mm-hmm. Ebből meg lehet élni, Gábor, egyébként, csak kérdezem. Tessék? Meg lehet élni ebből? Tehát jól élsz ebből? Hát, szűken. Mert igazából ez a magyar piac egyelőre nem alkalmas arra, hogy a reklámcég vezetőként sokkal többet kerestem. De nem, most, hogy mondtad, hogy szűz, féltékeny, vagy nem féltékeny, átlásos palik mennek-e hozzá, tehát tudod, látom, hogy egy csomó tanfolyam van. Tehát, hogy... Mondom, ez kis része, tehát kb. 10-20% akik szűzgátlásos. Van ilyen réteg is valóban, igen. Jó, mit csináljon a Jani? Egy utolsó kérdés. Mit csináljon a Jani? Tehát tényleg beállnak elé a sorba? Ma reggel megint elmondta, hogy egy idősebb bácsi beállt elé, elvette egy újságot, nem fizette ki. Ott áll. Nehéz ezt így feldolgozni minden szerdán. Majdnem elküldték, hogy kisfiam, te inkább iskolába menjél, majdnem odaszóltak Janinak. Hogy... Azért kéne segítened, mert romokban van. Ha léteznek két mondatos tanács, akkor már milliókat keresnék az ügyesség. Tehát dolgozni kéne. Ja, hogy kezded el a felkészítését? Dolgozni, gyakorolni. Tehát ez olyan, mint a tánc. Nem tudom, tanultatok a táncolni. Hogy hiába mondom el, hogy kell azt a mozdulatot csinálni, attól még nem fogjátok megcsinálni, hanem az gyakorolni az alaplépéssel. Na jó, de akkor az alaplépéssel kezdjük el. A Jánosnak mi legyen az első lecke? Oké, akkor az első lett. Akkor így végig megyünk egy hónapon keresztül, minden nap fizetünk. Nem. Ez egy való, tehát azt hitted, hogy ez egy valós probléma, hogy szegény Jani naponta beállnak elé a sorba. Bármik elé sorba. Oké, az első lépés mondjuk legyen az, hogy csak annyit csináljon minden nap ötször, hogy köszön az újságosnak, és utána elköszön
anélkül, hogy vett volna be elnökes. Ez a legelső lépés. Na, de most nem az újságossal van baja, hanem... Most nem az a cél, hogy hülyét csináljak magamból az újságos előtt, hanem hogy ne álljanak be elé. Az a baj, Gábor, hogy mindig beállnak a Jani elé. Nem az újságossal, hanem azon van, aki elé. Mindig beállnak a Gábor elé, vagy mindig beállnak a Jani elé, félrelökik, és azt mondják, hogy kisfiam, te inkább az iskolából legyél, mondják ezt szinte a Janinak, és beállnak elé úgy, hogy kilökik a sorból, mert nem tisztelik, hogy a sorban áll. Most konkrétan hülyét csináltál volna belőlem, ráadásul az újságos lány meglehetősen csinos, oda mennék így reggelek, és állnék ott egy picit, mint egy idióta, mondjuk és aztán bizony a hello, és elmennék. Jó, igen, én bírom, Gábor, ez nem rossz. Annyira vészes helyzet, akkor nincs, megnyugodtam. Nincs. Jó, akkor... Hát gondolkodok egy pillanat, legyen az első blikre, hogy... Dominánsabban lépjen oda a pulthoz például, hogy ne férjenek be elé? Lehet az is, de igazából mondjuk én azt javaslom, most már rájöttem, hogy menjen oda, beszéljen az újságos hölgyel, mondjuk két mondatot, várja meg, míg sorra kerül a következő vásárló, és menjen vissza, őt alakodjon. Na ez a Jani, ez de jó! Gábor, ez jó. Tényleg. Tehát, hogy ha téged félrelöknek, akkor legyél inkább te az, aki félrelöksz. Igen, de értem. Minden szeretettel, de magabiztosan. Szeretettel, vagy idős nénit, vagy tessék innen. Tehát közben leborítsuk fel a babakocsit. A babakocsit és a kerekeszét. Gábor, köszi, érdeklődtünk iránt, tehát kíváncsiak voltunk, hogy mi van a jelenség mögött. Én a fonaljárásos videódat nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Abszolút. Köszönöm, a második verzióban meghívlak, mint modellnek, hogyha szeretnél. Jó. Beszéljetek még erről. Egyeztessünk. Én látom, Balázs nagy felcsillant a szeme. Egyeztessünk. Nagy lehetőség ez neki. Még annyit, hogy igazából pont az a videó nagyon jó, hogy ezen jelentelődtetek, mert igazából a férfiaknak azt kéne felvenni, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Vállalja fel, aki van. Ez lejön a videóból, igen. Ez lejön, ez erősen lejön azért, igen. Tehát fel kell vállalni, és akkor lehet, hogy nagyon sok nőt vagy embert elveszít, de ugyanakkor néhány az pedig nagyon erős kötődés lehet kialakítani. Gábor, ez egy szép végszó volt. Köszönjük, jó munkát neked, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Szenzációs SMS-ek. Meg vagyunk a Janival, én azért örülök. Én mindig azt mondom, hogy ettől színes a világ. Mit kell csinálnod akkor? Hát nekem elébe kell mennem a dolgoknak, nekem kell tolakodni. Igen, de kedvesen, tehát erőből kedvesen. Tehát nem kell büdös bonyom húzni, nincs milyen mondat. Megfogom két oldalra a fülét, és ráhúzom egy hizagerére a homlokát, tehát van. Ez nincs. Helyi a megfelelőt, fizess elő egy újságra, Jani. Ez az. Igen. Gyerekek, egy nagyon jó SMS jött. Annyi jött csak. Nyíregyházi vagyok. Sajnálom. Semmi gond, nem a te hibád. Érdekes. Ott 3:10 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jó reggelt! 3:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Na, nézzünk egy-két SMS-t, hogy mennyire egyöntetően állnak ellen a hallgatóink. Én megpróbáltam olyan mereven fonaljárni, hogy a videóban van, lehet, hogy rossz helyre születtem, de engem kirögtek. Bali, te tényleg minden hülyével gyorsan egy hullámhosszra tudsz kerülni? Én nem egy hullámhosszra kerülök, csak eljátszom, hogy egy hullámhosszra kerülök. Mert ők így nyílnak meg. Ez nagy tévedés, de remélem azért néhányan értik. Jani, tüsszök, köhög, mint a fertőző lennél, senki nem már elég Gyulcsi küldte nekünk. Az úttörő táv között. Nem, miért nem integettek? Miért ültek ott? Mert szeretjük. Hát integessetek. Hát miért szóltok, hogy nem vagyok meg? Hát lehet, komolyan. Igen, ez a kérdés. Szóljatok. Az úttörő táborban az ilyeneket tettük először a tűzre, írja egy hallgató. Szia, jössz táncolni? Mondaná Gábor. Nem, van barátnőm és barátom. Jönnek. Jani, növelned kell a domináns totalitásodat. Szeretettel mosolyogva fejed le az elit tolakodót. Így egy hallgató. Domináns totalitás, újabb dolog, jegyezd meg. Már picit sok kezd lenni az idegen szavakból. Az ilyen típusú emberek szokták bezárni rokonaikat a pincébe. Nagyon kemény. Az én 1 éves kislányom nagy szemekkel néz rám, majd könnyes szemmel kacagok. Írj egy hallgató. Befizetem egy kupiba, a gyerekek ott majd megtanul mindent, írják a hallgatóink, és hát a legjobb SMS nyíregyházi vagyok, sajnál. Én holnap viszont nem állnék be Jani elé, gyerekek, ahogy ő most fölhúzta magát. Te kellem szokott. Ja, akkor jövő héten. Szeret a csütörtök, hát, akkor vannak a problémák. Akkor ingerültek meg az emberek.
De most kiben van a hiba? Ő, hogy ilyen tanfolyamot tart, és... Szerintem igen, vagy, ő benne is. Értem, vagy, amit vagy, akarsz vagy, vagy az, aki megnézi a videóját a Subán, és azt mondja, gyerek, akkor én elmegyek ennek az emberek a tanfolyamra, mert 23 éves vagyok, szűz, majd ő biztos megtanít, a maga 120 kilójával egyébként, a kamu bőrcsekében, a márványkoptatott farmeré. Tehát az azért, hogy nagyon hülyének kell lenni. Tehát én nem értek azzal egyet, hogy az az ember, aki... Tehát ajánl valamit, hát te tud eldönteni, hogy téged valóban ő fog megtanítani csajozni. Nem arról azt van szó, árulnak, hogy van velő. Egy termékről azt mondják, mert azt nem tudod leellenőrizni, hogy ez valódi teflon vagy nem. De ez az ember megnézi a videóját, ha ezután befizet 30 ezer forintot egy tanfolyamra, akkor te vagy a hülye. Tehát ez, szerintem ez ennyire egyértelmű. Ha megnézed az ő fonaljáros videóját, azt mondja neked egy pali, hogy ne tér ki a kerekesszék elő, mennyi legyenesen. Hát tényleg igazából befizetek, hát ha nem leszek 25 évesen szűz, befizetek 30 rúgót. Nem? Hát... Ha profin lenne megcsinálva, tehát az igényt értjük, van igény arra, hogy férfivá váljunk és megtanuljuk valakitől, hogy ő profin megcsinálja ezt a történetet, akkor arra egy szót sem mondasz, azt mondod, hogy akkor az a hülye, aki megveszi, ugye? Tehát ha nem ő jár, hanem kér egy modellt, hogyha ez jól megvan csinálva, ezt jó ki lehetne találni egyébként, tehát piacidés van. Én meg nem láttam olyat, aki ezt jól kitalálta. Az összes ilyen magyar félnyomorult randiguru, az mind ilyen ránézel a palira, és azt gondolod, hogy szűz, soha nem volt még nővel. Ő tanítvány, és nem tanítvány. Tehát én még nem láttam jó felépített kommunikációs, ilyen randiguru tanácsadót, aki nem mondott volna óriási baromságokat mindig. Azért mondom, hogy ő a nyomorult, vagy ő is nyomorult. Az is nyomorult, aki erre elmegy, ez igaz, de szerintem ő is az, hogy ezt így kitette. Én ezt picit máshogy látom. Mert a probléma az fennáll. Hát ő is jelezte azért, hogy az egész informatikai szektor gyakorlatilag fertőzött. Hogy nem tudnak csajozni. Hát ő volt az, aki ezt mondta. És érdekes, hogy egyetlen informatikus sem tiltakozott ellene. Mondjuk lehet, hogy most éppen programoznak, de ettől függetlenül nem jött egyetlen SMS sem. Informatikus vagyok, szépen járok. Igen, kikérem a szakma nevében. Igen, is van csajom. Ő is informatikus. Jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Vendégünk volt a mi Gáborunk, ugye csütörtök volt. Sok mindenről beszélgettünk, elég nagy volt a merítés, leginkább arról, hogy mikor együnk, mikor ne együnk, hány óra teljen el étkezések előtt, igaz-e, hogy ötször kell lenni egy nap, vagy jobb háromszor, mikor ígyunk, mikor ne ígyunk, mi van a vízfogyasztással, mi van a rágózással. Sok mindenről beszéltünk, hát Anna megpróbálta ezt kicsit zanzásítani. Hát meglátjuk, és azért, hogy mi fért bele. Soha nem láttuk még ilyen ingerültnek a Gábor. Úgy neki ment a vizes leveseknek például, hogy... Igen. És felhívtuk a mi drága Szújó Macinkat is, mert hogy Alonso ugye furcsa balesetet szenvedett nemrégiben egy teszten, és hát érdekes összeesküvés elméleteket olvastunk, hogy mi történt valójában Alonsoval, az áramütéstől kezdve a már az autóban megtörtént ájulásig, szinte mindent mondtak. Mindenesetre a baleset fura, a Honda is csak egy nappal később adott kinyilatkozatot, Alonsonak azt mondták, nincs semmi baja, mégis három napig kórházban volt, nagyon sok gyanús körülmény volt. És az igazságot még talán maga Szújó se tudta, de lehet, hogy csak nem árulta el, nem? Na, hát az is lehet, igen. De felhívtuk és megkérdeztük, mi a helyzet a rejtélyes Alonso balesettel. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Jó. De jó. Ugye, hogy Csabi, hello, jó reggelt, mi újság? Jó reggelt, szevasztok. Te hol kapsz defektet? Milyen helyeken? Gumin. Azt mondták. Aszfaltot. Képzeld el, hogy már meg is szerelték, egyébként döbbenet. Hihetetlen, hogy már milyen szolgáltatások vannak az emberi ruta, valami csavar találtak benne, és már készen van. Szóval vannak rossz akaróid, mi? Alá volt az téve szerintem is. Igen? Kitámasztották 200-as szöggel, mi? Bizony, ahogy kiállt a parkolóba, puf! Lehet. Jól van, mi a helyzet, Csabi? Valakinek a helyére álltál, tuti. Nem, csak megtalálta a házukat Berki Krisztián is. Gyerekek, Berki Pamela este 10-kor, annál is jó volt. Imádom. Én imádom őket. Bármit írnak a napi lapok, hogy én mit mondtam. De tegnap Cintiával volt, mert válaszolt neked. De nem, de akkor rosszul mondta, akkor nem tudja Berki, hogy kivel van egyébként. Mert tegnap nekem válaszolt az újságban, hogy kivel ajánlja magát, de nem, mert Pamelával volt tegnap is. Lehet, hogy Cintia nem ért rá. Ó, gyerekek, nézzétek. Jó. Egy gyöngyszem. A késő esti kísérő műsor. Hát figyelj, az valami. Jó, mondjuk, imádom. Félek tőle, hogy egyszerre sok lesz a társas dinamika oktató, és meg ők este. Ott aztán gyerekek, fonaljárás van, ha helikopterezi, ott minden van. A Berki erőből megy, látod? Erőből megy. Tegnap meghívták az egyik srác barátját, hát nem volt egy flott nyilatkozó, de Pamela és Berki segített neki. Na most azt képzeljétek el, azt még mélyebb legyen a gödör. Ilyen nagyon jó. Tényleg nagyon jó. Ne írjon más a bulvár, mint amit most valójában mondok, hogy jó. Tehát ajánlom. Legalább egyszer, nézzétek meg. Csabikám, hívjuk mindjárt, vagy hívjuk a naphallgatóját, és addig... keresek neked addig valamit. Jó, neked valót. Gondoltam, hogy remek zenék, de nem kérdezek bele, mert hosszabban mondod úgy is, mint hogy
Már itt legyen persze a naphallgatója, úgyhogy gyorsan gratulálunk neki, és akkor mondhatod. Yeah. Fora Jenes. Erre lehet? Persze, Dinamika. Lök ki a sorba, Jani. Nisó volt? Hello, akkor elfogadjuk. Már éppen húztunk volna ki adásból. Hello. Az utolsó utáni pillanatban nem írtad alá, hogy hívnak. Gyuri vagyok. Gyuri. Hello, Gyuri. Hello. Jó reggelt, te csak annyit írtál, illetve pontosabban mondd el, mit írtál, az a te szádból lesz a legjobb. Azt, hogy nyíregyházi vagyok, sajnálom. A legnagyobb mondat ma a 9 órás beszélgetés után, nyíregyházi vagyok, sajnálom. Köszönöm. Hallottad? Hallottam, persze. Nem ismered véletlenül személyesen? Nem, azon beszélgettük éppen a kollégámmal, hogy ismeretem, de nem. Nem. Na jó van. Gyuri, te vagy a naphallgatója, mondtad, hogy Moni picit hűltünk, és csak a végét hallottuk. Viszont van egy ajándékcsomagod, ezt küldjük neked. Jó? Köszönöm szépen. Jó. Rendben. Köszi szépen. Aranyosok vagytok. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Nem mondta, hogy sajnos. Hogy micsoda? Hogy nem ismerem, sajnos. Ja, pedig menne hozzá fonaljárás tanulni. Csabikám, remek zenék? Képzeljétek el, hát te most Berki Krisztiánt nézel esténként, de volt a Brit Awards tegnap este, akkor erről lemaradtál. És hát nagyon sok olyan díjazott van, akikkel így rendszeresen lehet találkozni itt a Klassz FM-en is, például Ed Sheeran, vagy akit ajánlok nektek, hogy hallgassátok meg, mert vele ritkábban lehet találkozni, Paloma Faith. Ő egy énekes nő. Értelemszerűen a legjobb szóló énekes nő kategóriában nyert. És ja, akkor nő ezek szerint. Igen. Igen, énekes. És hát még Paloma is. Paloma, igen. Nem annyira szép, mint mondjuk Madonna, aki ezen a díjátadón esett egy óriásit, majd nézzétek meg. Tényleg elvágódott szegényként. Rajta volt egy nagy lepel, és azt így húzták le róla, de hát még nem kapcsolta ki valószínűleg, és lerántották tulajdonképpen egy ilyen emelvényről. De profin felpattant, és nyomta tovább. Szóval egy ilyen szintjai szépség, Paloma. Húzó nevek, abszolút. Ha én nagyon kedvelem a Madonnát, mióta nagyon küzd az öregedés ellen, és nem igazán tud méltósággal megöregedni, és mindent elkövet, hogy mindig 20 évesnek nézzen ki, és mindenhol csöcsöt mellett feneket mutat, pedig lassan 60 éves, ami nem baj, mert mi fonaljárók, ezt nem bánjuk. Nem bánjátok, de olyan szép, amikor egy nő méltósággal tud olyan szépen, és egy 60 éves nő még nem öreg, nem ez a jó szó, csak amikor nem, úgy valahogy úgy nem tart még ott, mint Cher, azért. Hát igen. Én bírom Madonnát, hogy bírtam régen. De ezt, hogy elkezdte nyolni most a Medveckit, tehát, hogy azért. Paloma Faith, can't rely you. Úgy énekel, hogy leszakad a születek. Igen, letesszük a hajunkat. Meghallgatjuk. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00. Ez a telefonszáma, szeretnétek tőle dalt kérni. Tegyétek meg, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok! Ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning